Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, ha minden igaz, 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Hello, Feri! Jó reggelt! Hello! A hét legboldogabb napja, mondaná Jánosunk, ha itt lenne, de kedden már itt lesz, reméljük. Mondaná János, igen, ha tényleg lenne, de nincsen, még mindig beteg. És hát igen, nem is lesz még egy ideig. Hétvégén gyógyul, sőt, mi több, még hétfőn is gyógyul. Hétfőn megy kontrollra. Így van. Ne, azt mondta, hogy ő nem mehet emberek közé. Tehát, hogy így nem lehet. Ő neki orvosi papír kell arról, hogy ismét épp és egészséges, úgyhogy ez hétfőn megtörténik, aztán kedden már jön. Egyébként lehet, hogy írok neki, hogy jöjjön meg nyugodtan, mert pont tegnap mondta a doki a Vikinek, hogy aki már antibiotikumot szed 2-3 napja, az már nem fertőz. Tehát influenza fertőz 2 hétig, de ha abból egy bakteriális fertőzés lesz, és antibiotikumot szedsz, akkor 2-3 nap után már nem fertőz. Tehát nyugodtan bejöhet. Én már attól nem félnék, hogy ő megfertőz. Vagy akár holnap is bejöhet, csak mi nem leszünk. Hát dolgozz le egy kicsit a hetet, vehetsz, jöjjön, vehet, kommentálja a híreket. Beszéljen itt a halk szavú híres lányjal. Okosan eldumálnának. Elsuttognak itt igen az étteren és az étteren kívül. Úgyhogy már nem fertőz. Megmondom neki, jöjjön be. A lelkiismeret is azért nem jön, mert fél, hogy minket megfertőz. De az antibiotikum már nem. Tehát ha olyan állapot van, akár be is jöhet hétfő. Attól már nem kell félni, hogy minket megfertőz, mert nem fertőz. Tegnap előtt beszéltél vele, gondolom tegnap is, de hogy azt nem, még... tegnap nem. Tegnap előtt ugye dumáltatok, és mondtad, hogy azért kellett koncentrálni, hogy értsd, amit mondom. Igen, kicsit nazális. Nazális volt. De hát gyerekek, ez mindenkit, majdnem mindenkin átment. Mi még valahogy jól bírjuk ezt. De egyébként igen. Még mindig. És most már megyünk kifelé belőle. Yes, végre. Jó, infektológusunk elmondta, hogy a végén még van egy nagy durranás, remélem, hogy nem annak leszünk áldozatái, vagy áldozatai, de rendben vagyunk. Igen. Hát fia, eddig nem kaptuk el, most már nem lesz semmi. Nekem megvan a kis vitamin koktélom, az nagyon jól hat, nagyon jól működik igazából. Amit senkinek nem árulsz el. Az egy titkos recept, egy titkos dózis, többféle vitamin van benne. Úgyhogy, ha ezeket az ember szedi, szerintem akkor ez át lehet vészelni. Cukormérgezésem van ma reggel. Úristen, nem látok. Tettél? Megettem egy répatortát, amit a hűtőben találtam. Tegnap vettem a Vikinek, nem ettem meg. Figyelj, csak nem akarok beszélni, de nem lehet, hogy mára tartok. Az lehet, de már most viszont ki ujjön. Tudod, az milyen érzés, amikor azt tegnap eltettem, itt van még. Kint na, az nem lesz ott. De már tegnap lefoglaltam, mert beleharaptam és visszatettem a hűtőben. Nem mondta, hogy ezt nem szereti. A kocsinak az anyósülésén találtam egy félig megrágott túrós táskát, amit vagy a Benni, vagy én kezdtem el. Aha, na most Benni egy hete fekszik otthon betegen, tehát az nem, még tegnap jöttünk, mentünk. Ja, tegnap jöttünk, tudtunk jönni, menni, közélete ez az már jön velem, intézkedünk, tehát lehet, hogy az ő volt. Aha. És most az utolsó lámpa fékezésénél fékeztem, és az anyósülés alól kigurult még egy túrórudi, amit megint tegnap vettem. Csak hármat vettem, és én úgy csak még lerakom az anyósülés, és az leesik. És akkor, hogy fékezem, hogy gázt adok, begurul az anyósülés, a lefékezés, és előgurult. Ez az egy, ami hiányzott tegnap. És hogy meg tudtál neki örülni? Mi? Barátom, a legjobbkor. A legjobbkor jöttél. Egy, mert nem rohadt bele az autóba. Az ugye, hogyha nem gurulnak ki, akkor ott rohadna. Kettő, másrészt meg hát ugye ilyen jól esik az embernek ilyenkor. Jó, hideg volt, nem, a garázsban nincs annyira meleg, úgyhogy nagyon. Nem látok mondjuk, mert 26-os a cukrom. Konkrétan megvakultam, elvesztettem a látásomat, viszont tehát 10-ig egészen jó meg vagyok. Na, helyes. Ezzel. Ha már autóról beszélgetünk, kérlek szépen, tegnap megnéztem egy fotósorozatot a rendőrség vadonatúj gépjármű parkjáról. No. Nem tudom, hogy láttad-e őket. Mit kaptak? Nagy felháborodás van, hát amit kaptak az szegények, pedig nem ők érdemlik meg, ha egyáltalán megérdemli valaki, de erről is lehet beszélni. Vattaúj, avagy zsírúj, ahogy szoktuk volt mondani, Mercedes. Ne! Ne csinál! Elfogó vadász Audi A3 autópályára. Aha. Audik jöttek, Mercedes. Most mind elfogó vadász? Hát jó, most mondan, lehet abban is nagy motor tenni, biztos. Nem tudom, hogy az A3-osokban ilyen 2000-es turbodizel motorok vannak általában. Ja, azt szokták mondani, hogy az ilyen kis csajos autó. Hát az A3-os az erősen, ugye, az elfogó vadásznak elég erős. Bár itt itthon azért nincsenek annyira gyors, tehát nem olyan, mint Németországon, hanem mások autók, Ferrari meg Porsche. Hogy oda kell a nagy lóerő. Hát oda nagyobb köpcentik vannak. És kaptak a szembe, tehát hazai gyártásban gondolkodtak. A Merci milyen, nem tudod? Fogalmad, hát, nem értesz el annyira. CLA, CLS, mit kaptak? Hát, kicsik?
ilyen kerekek vannak rajta. Az van, az segíti a haladást. Az nem jó. Olyan kicsi egyébként. Nem kicsi, négy ajtós? Négy ajtós. Tehát nem célákat kaptak. Valószínűleg, amiket ugye így gyártanak Kecskeméten, tehát ez tök jó, hogy hazai ipar remekeiből, már azt lehet így mondani, hogy hazai ipar egy Mercedes, de mégiscsak így csinálják az Audikat is. Azt hiszem jött pár Suzuki is, ami szintén, meg talán még Opel is, aminek a motorját is, ugye, ha jól tudom, ezt így csinálják. És három Fiat Multipla. Azt nem tudtam beszerezni. Az íze véget. Hát figyelj! Akik rosszul viselkednek a rendőrségnek, azok átülhetnek a Fiat Multiplába. Na most azért megint meg kell védjem szegény autót, mert például abban az új trafi rendszer, a Véda, megvédeni. Az úgy elférne. Az biztos. A civil Fiat Multiplában szétfotózott magad. És tudod, mik csak a panoráma van körbe abban az autóban, tehát így tudnál követni végig balról, jobbra, jobbról, balra, végig tudnál menni az utat. Szóval a rendőrség kipofásodott autóilag, új, talán még új oktáv. Figyelj, az fontos, hogy nekik szép autóik legyenek. Az kell, azért az egy ország imidzséhez hozzátartozik, hogy nem ilyen levedlet, ilyen Opel Astrákkal rohangálnak, tényleg ilyen 1.6-os Astrákkal, hanem mondjuk szép autókkal. Tehát az jó, messze vagyunk ugyan még Dubájtól, ahol nem tudom, Lamborghini-t meg... Bugatti Veyronok a rendőrségi autók, teljes parasztvakítás egyébként, nagyon kell, hogy 300 milliós Bugatti Veyron legyen a rendőrségi autó, de azért a szép, egy rendőrautó az jól néz ki, meg új, pofás, az úgy az ad egyfajta tekintélyt a rendőrségnek, is, nem? Én is ugyanezt mondom, hát kaptak, mondom, hideget, meleget a kommentekben. B-mercit kaptak. A B-merci olyan merci, ami első kerekes, ez elég fura a mercinél, de a B-merci az első kerék meghajtás. Most csinál már a merci is első kerék meghajtás, de a B az például pont első kerekes, tehát az nagyon a fenekét nem teszi ki. Akkor az Audi az A3-as, ez a szedám. Aha. Uh-huh. Kisebb autók, ezek nem igazán elfogadhatók, a B is, meg az A3-as is az egy kicsi autó. Tehát nem ezek a nagy autópályára, nem tudom, Super B-k, vagy ezek a nagyobb. Audi R8 is van Dubájban, az is milyen szép autó. Ez így egy van nekik? Nehogy is, nem, van 5 R8-uk, van 3 Bugatti, Veyronuk, van, mit tudom, nem tudom, Maseratiuk, de nyilván vakítanak. Igen, de azért egy R8-abban Minecraft. Mi is akartunk mi magyar rendőrök szerintem venni ilyet, lett is volna rá biztos költséget, és fölakad a 8. kerületbe a Veyron, tudod meg. Hát az meg a másik. Meg most 300 millióból felszered a komplet rendőrséget. Hát mi a fenének venne a magyar rendőrség? Bugatti Veyront, de azért ez komoly. Igen. Úgyhogy pofásak voltak? Szerintem igen, nagyon-nagyon jól néznek ki. Az autók ilyen szépen be voltak állítva egymás mellé, úgy fotózták meg őket, és látszott, hogy büszkék. Azok a rendőrök, akik kapnak ebből az autóból, vagy hát használhatják nyilván, azok nagyon büszkék rá, de ott valaki írta, hogy az a helyzet, hogy úgy működik a dolog, hogy te megkapod az autót, aláírod a papírt, és ha valami baja van, én nem hiszek, akkor azt te fizeted. Hát ez, szerintem ez bődületes baromság, hogy működik. Hát maximum akkor tudom elképzelni, ha te okozod. Aha. Tehát most beléd rongyol valaki hátulról a piros lámpánál, azt nem hinném, hogy ezt még neki kell fizetni, hát akkor az ő kötelezője nyilván állja a rendőrség autójának a megjavítását. Ha mondjuk te lezúzod, az lehet. Hát de csak van rá egy biztosítás, egy rendőrségi, ha arra nincs, akkor semmire. Hát nem van egy haszkosak, és akkor az ő részt ki kell fizetned, lehet? Lehet, nem tudom. Nem tudom. Még az fura üldözött a rablót, érted, kicsit megnyomod a kocsit, levered a tükröt, nem tudom, és még rád. Tízedes rádverik a tükröt. Igen, nagyszerűen csinálták, megvan az elkövető, de sajnos ez a tükör, ez 330 000 forint. Ez majd legyen, hogy levonjuk a fizetést. Nagyon megdicsérjük, hogy ilyen 300 000 forint jutalmat kapnak, viszont 330 000 a 2 darab tükör, amit sikerült leverni. A kettő különbségével legyen szerint befáradni a kasszába, a jutalom meg a tükör különbségével. De szóval hallotta, ezt kimondta, ezt a rendőr mondtam? Nem, ez már kommentelők voltak, tehát azért mondom, hogy az bizonytalan információ, tehát ez nem hivatalos, nem tudom pontosan, csak ott gyorsan belenéztem, hogy miket írnak rá, és ott volt, hogy egy rendőr ilyen nicknémmel jelentkezett be az ember, és akkor ő mondta, hogy az van, hogy megkapod, és hogyha van valami, amit ugye te követtél, tehát meghúzod az oldalt, azt neked kell fizetni. De én nem hiszem. Aha. Mindegy, szerintem tök jó fog kinézni, jön külföldi, jön a hazai, akkor is mégiscsak egy olyan autó áll be melléd, amiből látod, hogy ez egy új kocsi, szerintem az jó. Jó üzenete. Az tényleg jó. Igen. Ha tegnap belefutottam egy ilyen vacsorázós műsorba, megnéztem, hát ez nem lett jobb egyelőre. Ez az, ami már régóta megy? Én mindig ilyen perverz módon a végeprodukciókra vadászom, de arról most tegnap lemaradtam. Tegnap a Bebe látta vendégül, a nagyon, nagyon erős csapat volt. Egyébként most a Fási, a Demcsák, meg az énekesnő. Alacsony, pici és nagyon jó hangja van. Aha, alacsony, pici, nagyon jó. Bangó Margit.
Ő az. Ó, ő igen, a művésznő, fél Kossuth díjas művésznőnk, és óriási bulikat szokott csinálni, a tényleg. Igen. És de tényleg jó, meg jól is főzni, jól is énekel. Mi volt a produkció? Az, amit pont nem láttam, tehát pont elkezdtem, és sírt a gyerek, menni kellett ott altatni, meg fürdetni, meg nem tudom. Ha olyan döbbeletes végeprodukciókat látok itt az elmúlt egy-két hétben, hogy az valami elképesztő. Valami elképesztő. Én ebben a műsorban azt szeretem, nem érdekel a vacsora, nem érdekel a menü, az érdekel, hogy szenvednek a végén, amikor át kell esni ezen a nagyon erőltetett negyed órán, ami ugye még van a műsorból, de annyit a vacsora nem tesz ki. És tegnap nem tudom, hogy mi volt a produkció. Gondolom Bebe énekelt valamit, vagy hívott valakit, majd Bebénél voltak. Bebének olyan érdekes a háza. Úgy néz ki, mint egy ilyen eszkimó kunyhó. Furán. De a jégből? De jó egyébként, igen. Hát nem, igen, és sárból, jégből, igen, iglu. És ilyen olyan, mint amikor a Csillagok háborújában elmentek, és megtalálták ott a Mos Eisleyban, ott keringenek, ilyen pici bejáratok vannak, és ilyen boltíves a bejárat, és egész úgy néz ki, mint egy ilyen vályokház lenne. Nem tudom, a Bebe merre lakik. Pont nem láttam a vége produkciót. Pont nem tudtam megnézni, mit csináltad. Ugye mit az van ezzel a főző műsorral most. Te voltál ilyen. Én voltam mind a két, én nálatok is voltam. És ja, ezt csinált az RTL is, igen. Én csinálta, RTL-t. Ugye akkor azt meg is nyertem egyébként. Ott az sikeres volt, a másikban is voltam, ott már nem is tudom, ki nyert a csapatunkból, és azért érdekes a dolog, mert az, amiért így a főzés szerető emberként menné, az a legkevesebb benne. Tehát, hogy az nem érdekes, hogy mit főzöl meg, hogy hát főzöl. Az ugye, de a tévés szempontból ezt meg is értjük, ott a konfliktus a lényeges, tehát, hogy legyen valami a csapatok, meg a vége produkció. Figyelj, az, amikor állsz öt gyakorlatilag bár egymást ismerő, de kicsit idegen ember közül. Öt vagy degen ember. Egy, aki a produkciót csinálja, és a közönséged a másik négy ül a szoba sarkában, és nagyon várja, hogy tudom, mi lesz. Én imádom. Én imádom a kellemetlen részeket a televízióban. Én ezért nézem, hogy lássak szorongó embereket, akik látom már, hogy jön a vége produkció, és már szoronganak. Látszik, mindenki mutatnak közeliket, és mindenki közben egy ilyen nagyon nagy kollektív hazugsággal próbálja leplezni, hogy ő egyébként mennyire szorong ettől a vége produkciótól, de az is, aki csinálja. Hát és plusz, hogy bitang jól érzed magad. Mert ugye az kéne, hogy látszódjon az arcodon. És szólnak a szerkesztők, hogy érezd jól magad, hogy mosolyogjál, pörögjél, igen, és este 11 órakor vagytok már. Hajnali 2 ráadásul. Még azt nem tudom, mi húzódik el annyira. Mert ugye neki le kell forgatni, aki éppen főz, tehát aki a vendéglát, annak le kell forgatni az egész napját. Bevásárlás, főzés, akármicsoda, vacsora, utána van egy csomó interjú, ugye, hogy elmondok, hogy szerintem a töltött káposztát nem így kell csinálni, anyukám sose így csinálta, és utána kezditek el venni a vége produkciót. Mindenki halálfáradt, te ott állsz, jó esetben jól lakva, rossz esetben nem annyira. Igen, ha nem vagy jó, akkor nem jól lakva. És hát kijön Bebe, és énekel, és elénekli, hogy vellettem robbant fel a szerelem bomba, amikor odaáll mellé, de ja, nem tudsz mit kezdeni, hiszen te nem vagy szerelembomba, és meg Bebe. Nagyon kemény. Tegnap nem tudom mi volt, de hát fantasztikus produkció falat. Tehát ez mindig úgy megyek, hogy hánykor van, és a vége 10 perc. Ja, és azt nézem. Csak a véget. Engem sem érdekel, hogy ki mit főz. Most mennek még talán a Fásihoz, ma nagyon kíváncsiak, mi lesz a vége, biztos, hogy hegedülni fog valaki. Ott embertelen mulatozás. És jön három nő keresztbe, szalag lesz rajtuk, hogy Miss BKV, meg Miss buszmegálló, meg Miss Tihany, tudod. ott lesznek, felvonulnak majd a lányok, de nagyon szeretem. Amikor én voltam benne, nekem az volt az egyikben a vége produkció, a másikban már nem is emlékszem, hogy ott mellettünk, mert ugye lakáson kellett forgatni, most már ez se divat egyébként, tehát nem a sajátodat mutatod meg, ami nem is baj egyébként, de nyilván az embereket érdekli. Ugye elmennek bérházba, vagy bérlakásba. Vagy valakinek van egy szép lakás, egy ismerősödnek, akkor kölcsön kéred, és aztán kifizeted a felújítási költségeket a buli után. De mi nálunk forgattuk az egyiket, és utána mellettünk van egy étterem a 13. kerületben, és oda mentünk le, hogy a zenekarommal föllépjünk. Most megvan, hogy bepakolsz egy teljes zenekari cuccot, amit arra szoktál, hogy ha minimum egy klubba is játszol, legalább van 100-150-200 ember, és négyen állnak előtted, és mindenki így csápolt. Mondtuk a zenekarra, hogy gyerekek, aranyosak vagyunk, de ne csináljuk ezt. Tehát próbáljuk meg akkor azt, hogy odaadtok, és így retteltesen uratkozva nézitek a bulit, vagy legyen benne valami annyira álságos, hogy ott van egy zenekar, aki tépi a húrt, és négy ember ott, de jó a buli. Nagyon kemény. Nagyon kemény. De mondom, kifejezetten utazom erre. Tehát amikor én is borzongok. Tehát úgy ülök, hogy úristen, nagyon jó. Tehát az nálunk is erőltették. Tehát ez nem a TV2-nek szól, mert ez nálunk is ugyanúgy volt. Lement az RTL, vacsoracsata volt. Ott vacsoracsata volt. És ott is kellett ez a vége produkció. Azt hiszem, mi pont abban csináltuk a zenekarost a vacsoracsatában. A másikban már nem is emlékszem, hogy nekem mi volt. Én azt csinálnám egyébként az ügyjel, hogy egész mást kéne csináljál, mint ami ezért tesz.
Tehát a Bebe most nyilván énekelt tegnap, nem tudom, hogy megitták-e a hallgatók, hogy énekelt vagy sem, de mondjuk, ha én, tehát, hogy ne én, hanem valami olyat kéne csinálnom. Ami, amihez nem értesz. Rodolfo varázsdoboz, aha, érted? Aha, na, na, az is tudja jól lenne én. Basszus, írják a hallgatók, hogy a fásibár volt a rohadt életben. Lekést. A roha, akkor kihez mennek most? Hát nem tudom, ki van még. Ki volt az énekes? Bangó Margit, szerintem ő lesz a, csúcspont. Aha. Ah, Istenem. Mert ő mindig, ő általában megnyeri ezeket a versenyeket. A fásimán volt szerintem. Na és mi volt benne? Nem, valami királyi lakomát csapott, nem tudom. De biztos, kíváncsi lettem volna, hogy, milyen, mi a vége, mi a vége produkció. Ja, azt tudom, hogy várjál, csak láttam egy előzetest belőle, azt hiszem, hogy, Juliet, most már nem lehet a kicsinyítő képzőt, mert megnőtt már a lány. Már nem Zsülike. Már nem, már Juliet. Juliet már 30 éves lassan, igen, leérettségizett, elballagott, igen, de már Zsülike, ez már nem biztos, hogy annyira jó. Úgyhogy Juliettnek hívják, azt tudom, hogy ő ott volt, azt láttam, de hogy a végén esetleg ő énekelte, nem tudom, hogy ez benne volt a vége produkcióban. Fásinál a kis grófó volt a produkción, az mondjuk menő lett volna, és a Fási tegnap előtt 19 fogással készült. 19 fogással. Aha, és nyilván mindet ő főzte le. A felkérek egy ilyen sorra, mondhatod, hogy velük nem? Osszanak más csoportba? Persze. Mondhatod, nem? Volt rá példa. Én látok olyanokat néha, én azt is nagyon szeretem, amikor feltűnően nem tudnak egymással mit kezdeni. Na, én azokat a pillanatokat is nagyon bírom. Tehát én csak ezzel, amikor jól érzik magukat, és jó a produkció, az nem érdekel. Amikor ahhoz én már túl kiégett vagyok, és túl cínikus vagyok. Látom, hogy jól érzik magukat, azt nem. És látom, még a produkció is egész vicces, rögök kettő, de az elkapcsolom. A szenvedés érdekel. Látom, hogy ülnek, és már a vacsoránál megy ez a nagyon kellemetlen ismerkedős beszélgetés. Tudod, és mindenki nagyon szorong. És hogy beleképzelem magam, hogy úristen, ha én ott ülnék, de rosszul érezném magam. Nem, szerintem de nagyon sokat hívtak, de én mondtam, hogy gyerekek, felejtsetek el. Még a számomat is. Te adnál nekik. Mit? Hát oda csapnál, amikor egy ilyen sztori van, hogy öten ültök, és érzed, és mi lenne a vége produkció? Mit csinál? Nálad? Na. Hát, Valáskám, akkor valamit kéne a végére csinálni. Találd már ki. Mit csinál? Tenisz sorverseny. Te nyomorúságos lenne, úristen. Beöltözöd mindenki kap egy ütőt, mindenki fehér Wimbledon cuccba beöltözik, igen, és labdapattogtatás, miközben meg kell kerülni a szoba lámpájára egy madzagon fellógatott banánt. Megvagy. Szerintem megvagy. Nagyon jó. Nagyon jó, és ugye az van, hogy ahogy átszambázol a banán alatt, akkor harapni kell belőle egyet. Igen, de és aki először megeszi a saját banánját az, de vagy úgy, félig megrágott és sportszeletek lógnak le. Hogy nem esik le a labda dekázás közben, vagy hogy hívjátok ti a teniszben, mikor így egy ütővel saját magaddal játszol. Na, mindegy, az ritkán fordul elő. Igen. Szerintem zseni lenne. És ott állnátok mindenki kis sortban, teniszpólóban, fehér tornacipőben, és ez lenne a dolog. Kivel lennél szívesen együtt? Fordítsuk meg. Ha mondjuk... Hát a nagysájékkal, a gangstájékkal elröhögnék, szerintem ez egy jó csapat. A hajósékkal, ott nagy öröngés lenne szerintem. Na csak gangsta, hajós, na csak gangsta, hajós, legyen mondjuk egy csaj, aki már kivel lennénk, most nem tudom, Ábel Anita mondjuk. Aha. Na az, az mondjuk az a jól szórakozni. A tisztonyedes vérszívás lenne. És kivel lenne a legcikibb? Ki az, ami azt nem mondom. Azt tudném, hogy nagyon-nagyon-nagyon rosszul tudnám érezni magam. Tehát a válasz, egyébként magamnak olyat kérnék. Ahol ilyen dermedcsend lenne. Tehát én elvállaltam volna ezt a műsorban, és sokat gondolkoztam azon, én mindig meghallottam, hogy kikkel mennék. És én egyszer úgy döntöttem, hogy megyek csak olyanokkal, akivel dermedcsendeket tudok átélni. Azt, hogy jól érzed magad, az adott. Mit hozol ki egy olyanból, ahol négy olyan ember elülsz, akivel dermedten ültök, és nem tudtok miről. Engem azért, azok a szituációk. Mindig az érdekel, amikor kilépsz a komfortzónádból. Röhögsz, és jól el vagytok, tök jó. Mit csinál négy olyan ember, aki, mint a Berecki, én? Csak azok, akik itt meglettek említve. Meglettek már említve a műsorban. Szóval, hogy nem tudom. Érdekes. Az a nehezebb abból kihozni valamit. Általában megvan, ilyenkor... megvan az az érzés, amikor szorogsz. Meg, hát hogy ne lenne. Amikor ülsz és így elborzadva nézel valamit. Én azt nagyon, én az ezért televízióm azon már szinte. Tehát én ezeket a pillanatokat akarod. Különböző kábel tévék vannak nekem bekötve. Van ilyen egy Értévé, meg hálózat. Én ilyeneket, nézek este. Komolyan. Tehát a gyerek alszik, és nem nézem a kedvenc, mint a olasz sorozatomat most, ami nagyon jó, a Gomora. Brutális. Ez a mafiózós. Nagyon jó sorozat. Nagyon jó sorozat. Fiat akkor csak ilyenekre megyek rá. Értévé. Oldalra fésült, izzadó homlokú ember próbálja felkonferálni a vendéget, és nem tudja elmondani. De az adás élő. Itt ül velünk szembe Horváth Károlyné, aki most beszél nekünk a vízerekről. Jánosné vagyok. Vízerek, a vízerekről. Valamelyik hálózat ért vízerekről. Jó estét kívánok.
és nem jön a kérdés. És annyi időm volt, amíg nem jön a kérdés, hogy megkeressem a szobába a távirányítót felhangosítani. Mondom, várom az első kérdést, mit kérdez a vízérről egy izzadó műsorvezető, egy ilyen barna szövetzakóban, nagyon jó díszlettel, sajnos Budapestében már nincs, és elkezdtem a szobába keresni a kérdést, és emlékszem tisztán, ez tegnap vagy tegnap, hogy mire megtaláltam, akkor jött az első kérdés. Mert úgy arra, így, aki beképtek a vízért, így várta a kérdést. Volt egy olyan 13 másodperces csend, mert a csávó megfagyott. Figyelj! Mert ő, amikor fölkonferálta, én imádom. Azt mondta, ő azt gondolta, hogy, hogy a vízéről fogunk beszélni. Na jó, de hát mondja a vízeret, érted? Na jó, de csak fölteszel egy kérdést, jó estét, persze. Tudod, vagy mit tudom, mi az a vízér? Indítsuk egy ilyen. Átdobod neki, majd ő beszél, addig kitalálod a kérdést, hogy mit akarsz kérdezni. Semmi. Kutatom a távirányítót paplan alatt, leglököm a Vikit az ágyról, hogy már aludt, tudod, gyorsan. Megnézed a tévét, nem romlott el. Hangot! És így ül két ember a hálózat tévén. Figyelj, csak én. Neked nincsenek ilyen csatornáid? Hát nem, csak nálam nincs semmi. Nálam csak mentes csatorna jutott, úgy tűnik. Ott már mindent láttam. Az összes csatornán a krokodil, ami kiugrik a folyóból, és megeszi, tudod, a izét, a nem tudom, az őzgirát, már láttam. Csak a hasonló, ilyen is hasonló műsorok. A hálózat, RTV, Phoenix TV, még tele vagyok ilyennel. Nagyon jó. Majd nézek egy-két jó műsort. Jó, szóljál, hogyha van valami, amire fú, én nagyon szeretem. Na, jaj. Hogy állunk játékkal? Hát 4-0. 4-0. Ja, várjátok, mert feszítettek? Nem, valami volt. 3-1. 3. Azt tudom, hogy a hetet megnyertük. Én a valami volt, igen. Igen, tegnap te kimondtad az igent. Most már megvan, meg vagyok, rendben tettem magam. Tisztelt bíróság, nem akartam az eredményt meghamisítani. 3-1. Igen, tegnap én egy igent azt hiszem. Igen, de már mindegy volt, mert a hét a miénk. Kicsit el is engedtük. Jó, azért még egyéni győzelmek lehetnek. Úgyhogy, ha valaki szeretne játszani, akkor írja nekünk SMS-t. Jó, mi meghallgatjuk a híreket, ha minden igaz, és aztán jövünk fél hét múlt, pontosan egy perccel. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt, kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk. Kedves Balázs, a barna szövetzakos nevében, kolléga nevében köszönjük az RTV népszerűsítését. Nagyon szívesen. Dóri szintén az RTV-ből, gyerek, nagyon szívesen. Nézlek benneteket, úgyhogy vigyázzatok. És Dórival találkoztál már? Dóri, nem tudom ki a Dóri. Nem tudom, hogy szerkesztő vagy... Dóri, ez a műsor, írd meg! Melyik? Mit csinálsz, Dóri? Hol, hány órakor kereselek az ért a tévén? Igen, Phoenix ért, hálózat, minden. Minden van, gyerekek. Csupa jó csatorna. A Davason a Molkultnál razziáznak a Jagellók. Ez Gabesz küldte nekünk, Dunaharasztinál az 54-es út, tiszta jégpáncél... Aztán Keresztúri úton a 10. kerületben hatalmas köd. Óvatosan menjen mindenki. És Debrecenben... Azt mondja, hogy a Józsa kivezetően egy idős bácsi pokróccal kölbe tekerve kóborog. De jó Isten! Tehát ez Debrecenben van. Értem a pokrócot, de hát ott egyéb baj is van. Hát ott egyéb baj is van, igen, és nagyon hideg van ma reggel. Tehát, hogy most már kicsit unom is, pont akartam erről beszélni. Most már, na most megint. Úgy elég volt. Okay, kiléptem a házból, olyan hideg volt, -3. Én értem, hogy februárban még nem, de most már úgy... Tényleg most, ha 6-kor van sötét, akkor most már jöhetne meleg is. Egyébként igen, pont álltunk itt Annával a reggeli kávénkkal, és mondta, hogy nézd meg hajnalodik. Igen. Mondtam, hogy nem. Világos van. Azok a városfényei. De tényleg, tegnap is már ugye 5-kor megyek mindig a gyerekére az olvó, most nem kellett. Fél mindig nézem, hogy mikor sötétedik, fél nap 3-4-6-kor még világos volt. Bizony. Hát azért az... Jó, mert jövő hónapban már pluszok lesznek. Éjszaka is, nyugi. Ez egészen baráti. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk, jó? Ha minden igaz, már itt is van. A hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Bello, ki vagy? Virág. Hello, Virág! Ó, de szép neved van. Virág, honnan hívtál minket? Budapestről. Mit csinálsz? Hát most én még itthon vagyok a kisfiammal, mert ma van a születésnapja, úgyhogy még a tortát kell majd még földíszíteni, amit viszünk az óviba. Lehet nálatok saját tortát vinni? Hát, nem beszéljünk róla, jó van. Igen, sok helyen papír kell hozzá. Így van, papír, tehát hogy vagy cukrász készítette, vagy igen. Ilyen nagy bevásárlóból vett. Hány éves a gyerek? Most 6 éves. 6 éves. Ó, hát akkor nektek már suli választás, nem? Meg előkészítő, meg... Hát marad végül is egy évet még az óviban. És sikerült lefizetni az óvónőket?
Nem, mind a ketten úgy döntöttünk, meg az iskola érettségi vizsgálaton is azt mondták, hogy azért biztos, ami biztos, inkább maradjon. Meg hát vittem minden nap egy tortát, folytatódik a mondat, és akkor így aztán. Figyelj, az a jó. Egy nyert évetek van még, jó az. Én bizony. Nagyon örülök, hogy a Bené évesztes. Te konkrétan iskolai előkészítőre kéne járni. Ja, igen. Igen, és jövőre meg már hurcápolhatnád suliba. Hát már most szeptembertől már vihetném. Ja, tényleg, ma igen. Igen, hát már mehetnem. Ja. Igen, annyira jó, hogy októberi, és ezáltal vesztett egy évet. Virág, kivel szeretné játszani? Cserivel. De jó választás. Mondjad? Megkímélek téged. Én ennek nagyon örülök, hogy játszottam én eleget a héten, ez nagyon... Pont ezért. Jó, kicsit pihenek. 2-2-ben vagyunk most játékban, de akkor most én viszem. De eredményben 3-1-ek vagyunk, úgyhogy a hetet megnyertük. Felkészültél, Virág? Igen. Na figyeljetek akkor, 3-2-1, és tessék. Virág, ha van kérdésed, akkor hajrá. Emlékszel még ránk, mert múltkor találkoztunk az úszodában, ahova gyerekeket hordjuk. Persze. Te vagy az a lány, aki hozta a gyerekeit. Csak egyet. Egy van, igen, és én köszönjük szépen, Virág. Mit mondod? Egy van, igen. Szép volt, Feri. Pedig a kisfiam is mindig mond, most az előbb így felébresztettem, hogy halljon minket, és direkt mondta, hogy anya, hogyha kérdeznek, mindig csak annyit mondja, hogy hát. De aranyosan felkészít. Mit csináltunk, Virág, az úszodában? Pont amikor ott vártad, már elkezdődött a Somiéknak az úszás, akkor mutattam a kisfiamnak, hogy nézd, őket szoktuk hallgatni reggel, a Feri. Aha, és mondtam, hogy ilyen kiskorúnak bennünket. Bizony. Ugye? Igen, hogy inkább valami gyerekdalokat kellene hallgatnunk. 6 éves és a gyerek is már minket hallgat? Ugye? 12 meg, éven aluliaknak nem ajánljuk magunkat soha. Bár egy... Reggelente muszáj, mert én nem bírok felébredni nélkületek. Kedves, ráadás mindig csak nyilván így elmondjuk, hogy 12 éven aluliak, de nincs ebben semmi olyan, amit szerintem ne hallhatna. Virág, legközelebb akkor pacsizunk egyet, ha összefutunk úszáson. Jó? Rendben, jó. Sziasztok! Hello! Milyen kicsi a világ, látod? Ja. Jó, közös úszásoktatás, és már is kiderül, hogy hallgató, aki játékos is, és együtt járunk úszni. Igen. Bocs, Virág! Na, akkor így viszont 4-1. Így van, ezt elvehetetlen győzelemnek hívják, már mondjuk ma reggel is az volt, enélkül a győzelem nélkül is, de a 4-1 az egy gyönyörű eredmény. 7-es darab nyert hét mögöttünk, 7 darab, egy zsinórban. Ez nagyon jók vagyunk, igen. Gyerekek, azt írja a Norbi, nálunk akkor a ködvön, hogy reggel kimentem a kutyát, meg kellett fordítani, mert befelé ugatott. Norbi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Davoson a Molkutnál pedig mérnek a rendőrök, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Ha valaki volt tegnap torkos csütörtökön, és most nem arra gondolok, hogy ez a hálószobájában történt, hanem étteremben volt, írja már meg nekünk, hogy azok, amikről mi tegnap beszéltünk, azok működtek-e vagy nem. Jót evette vagy sem, átvágták vagy nem. Csak hogy legyen egy ilyen kis utózöngéje, mert tegnap 9 óra után ugye beszélgettünk sok mindenről, hogy kit hogyan vágnak át, leginkább torkos csütörtökönként az éttermek, hogy írjátok már meg a tapasztalatokat, hogy mi volt. Jó volt, kisebb adag, volt, nagyobb ár, áremelés, mélyhűtött csirkemel, filé, sonkával, sajttal töltve, jó volt, nem volt jó. Hogy telt a torkos csütörtök? Jó? Mármint az étteremben. Nagyon a többi fontos, része. Nagyon hát, fontos, ha akarod, akkor 9 után azért arról igen. Is, ha valami. Méta utcai beszámolókat hagyjuk. Hagyjuk, jó? Tehát kinek hogy telt, ha voltatok és részt vettetek? Nagyon nagy mozgás volt a városban. Igen? Én nem voltam még est, és olyan 9 óra volt, hogy elindultam hazafelé, és ahol én elsétáltam, ott végig vannak éttermek, és mindenütt voltak. Mindenütt voltak, és tök érdekes volt, mert pont elkaptam egy olyan beszélgetést, szoktak lenni ilyen megállító emberek éttermek előtt, aki ajánlja a menüt, és oda ment hozzá egy pár, hogy ők torkos csütörtököznek, mondta más, hogy jó, de ér itt az utcán, hogy náluk van-e, és mondta, hogy nem, mert ők nem csatlakoztak ehhez a dologhoz, mert nem éri meg, nem lehet ott tisztességesen csinálni, és ott elmagyarázta az ember, hogy náluk miért nincs. Érdekes volt, mondta a pár, hogy köszönjük szépen, és mentek tovább. És aztán oda mentek egy másik bácsi, és megkérdezik, hogy van-e torkos csütörtök, és mondta, persze, csak gyere be a kapuajban. Igen, és te fizetsz. Igen. Ma este 19 órakor, Balázs, csak neked olvasom az RTV híreit. De jó! Remélem, képes leszel végignézni, Dóri. 19 óra. Egy ébresztőt magamnak. Lehet azt bekérni, gyerek? 18-ra, 58-ra, és megnézem Dórit. Vedd már föl. Fönt tudod, nincs IPTV-m. Hát de akkor mobiltelefonnal. Jó, egyébként ez jó ötlet, levideózom, az egyébként jó ötlet. Dórit, ne, olyan kíváncsi vagyok rá. 19 óra RTV hírek, Dóri, megnézlek, Dóri. 3 perc pontosan 7 óra, jönnek újra a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után. 7 óra múlt 9 perc, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, jó reggelt. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk.
És még mindig János nélkül, aki továbbra is, hát betegeskedik szegényként, már antibiotikum kurán van, úgyhogy lehet, hogy ráveszem, hogy hétfő jöjjön, mert már nem fertőz, csak ő annyira fél attól, hogy megfertőz bennünket, gyerekeseket. Már több gyerekeseket. A vasembereket. A két vasembert, igen. Akit igen. A családi betegségtől ledönteni a lábáról. Egy nap hiányzás volt a héten nekem, és az csak azért, mert otthon elszabadult a pokol. Kitört a láva, és döbbenetes dolgok történtek otthon. De ennyi. Elloptad a pálinka és a szalonna, nekem a kis koktélod. A kis vitamin koktélom a titkos recept alapján, és egyszerűen ez semmi, a nátha is egy napig tartott. Igen, mert nekem olyan szagom van a pálinkától, hogy elriadt. Csak megérezte és már el is. Na, az influenza befordul, és a sarkon el. Köszönöm, igen. Gyerekek, minden fejben dől el ez is, hidd el. De elhatározod magadban, hogy nem. Ősszel azt mondod nem lesz el, és nem engeded, akkor ez egyszer nem tudod. Uh-huh. Nem tudod elkapni. Mérnek a rendőrök a 47-es úton Derecske után a Csemete kertnél, Mikepércsen itt egy fehér Seatból Geri küldte nekünk, M0-ás óriási kört, 30 méterre látott távolság Roland küldte nekünk, a Budakeszi úton a Szépilón a lakópark előtt két kocsi egymásba csúszott, a városból kifelé dugó lesz, ezt Petya küldte nekünk. 10-es áll, stopp, az Osani stopp, Budapest felé stopp, mint mindig stopp. Oh. Lili szellemeskedett, vagy Lipi, köszönjük. A 38-ason Nyíregyre befelé van egy trafi, ezt teljes Alex küldte, valamint az M5-ösön, az Albert-Irsai kihajtó után Pest felé szintén hatalmas köd van. Úgyhogy... igen, igen. Vigyázzon, mindenki fecó küldi, hogy Fehérváron olyan köd van, hogy a rendőrök ülnek a közlekedés lámpák tetején, és kiabálják a színeket. Hát ez olyan, annyi, olyan volt, mint a kutya megfordítva. Mint a kutya megfordítva. Igen. Azt mondja, az év madarát is megszavaztak. Erről beszéltünk, csak tudj róla, ja, lavastam az RTV témának. Ez a Dori... Picit rágyógyult. Nem, a Dori megbolondult. Mit várjál? Ugyanaz a szám? 50-50-50. Ugyanaz, mint aki mondta, hogy este 7 órakor híreket olvas? 50-esre végződik a száma? Várjál, azt be van sárgázva a Dori SMS-e. Nem, ez egy másik Dori. Igen? Igen. Dori nagyon beindult az RTV-nél. Tehát ő most elhatározta, hogy leültet az RTV elé, és meg kell, hogy nézzem, igen. Na, torkos csütörtök, hát... Te nem voltál, gondolom. Hát én nem, hogy étteremben nem voltam, én hónapok óta nem voltam sehol. Te konkrétan hallod? Hát emberek között vagyok, furcsán érzem magam, de elmenekülök, mert úgy érzem, hogy szoronganik, ezek a háromnál több ember van körülöttem. És az egyik nem sír, akkor... Hogy lettem volna én étteremben? Sem esélyünk nincs egyelőre, tehát így van mindenféle nagymamás segítség, meg minden, de nem. Étterem. Mozi. Egy drága és távoli álom. Ezek működnek még, ezek a létesítmények mennek. Otthon szépen ilyen félig beállult ér valamilyen kis mini sorozatok. Jó, figyelj, akinek beleharapott répatortája van otthon, és az ért tévét nézheti, az ne akarja moziba menni, meg étterembe. Igen. Ugye beszélgettünk a torkos tütörtökről, csak így jött, hogy... hát ugye kinek hogy sikerült, mert tegnap 9 óra után, én remélem nem vettük el mindenkinek a kedvét egyébként. Vagy sokaknak. Mert megdöbbentő dolgokat hallottunk, hogy zajlik ez az egész. Mit csinál az étterem biznisz? Tisztelet egyre több kivételnek természetesen, tehát nyilván nem mindenki. De azért nagyobb részt. Vannak becsületes éttermek, étterem tulajdonosok is, de tegnap megdöbbentünk. Tegnap még talán amiket hallottunk, és amiket meséltetek, az tényleg megdöbbentő volt, főleg ugye a konyhatechnológus kolléga kis előadása, mert ott aztán minden volt, hogy hogyan lehet adagon, alapanyagon trükközni, és egyéb dolgokon. Szerintem, aki meg már befoglalt meg, azt mondta, hogy egy évben egyszer teszem meg azt, hogy elmenjek étterembe a félár miatt, azt szerintem ment. Tehát mi azért nem romboltuk le a kedvet, ha most valaki étterem tulajdonosként vagy vezetőként otthon dünnyök, hogy na, miattatok voltak kevesen tegnap, azt szerintem tévút. Hát ez nem tudunk mi ezzel valakit elijeszteni, hiszen nagyon sokan romantikáztak, vitték el a kedvesüket, nem? Helyes, aranyos, búgó párokat lehetett gondolom tegnap látni, olyan elsősorban szerintem fiatalokat, akik nem biztos, hogy ezt minden nap megengedhetik maguknak. Maga kezdeményezés egyébként jó. Egyszer tudsz menni, igen. Legyen ez az egyik nap, amikor belekóstolhatsz az éttermezés világába, ugye 50%-on. Nagyon sokan írtak egyébként, hogy voltak, kipróbálták. Hát van pró is, meg kontra is, tehát jó is, meg rossz is azért az SMS-ek között, ha megnézed. Igen. Tegnap jót vacsiztunk volna, ha befértünk volna az étterembe. 8-ra volt asztal foglalva, de még 8:30-kor is a 7:30-es vendégek vártak az asztalukra. Csak kicsit túlfoglalták. Ott lehet, egy picit túl biztosították az éttermet, igen. Tegnap bementem egy étterembe Győrben, és megkérdeztem a pincért, hogy náluk van-e torkos csütörtök. Azt mondta, mosolyogva van, és bekiabált a konyhába. Csütörtök, gyerek, ha végeztél az evéssel. Persze!
Nyilván ez történt. Igen. És aztán kijött péntek is, meg Robinson is be. Igen. Törtök. A Pécs egyik legjobb éttermében torkosodtunk tegnap este, előre foglalt időponton étlapról előre is meg lehetett rendelni, az adagok a kiszolgálása szokásos volt, csak a számla volt a fele a megszokottnak. Ezt Ildi. Hát mi a fontos, mit mond Pécs egyik legjobbja, tehát hogy aki viszont jó étterem egyébként is, az próbál rá figyelni, hogy ilyenkor se csessze el azt, amit egyébként egész évben építget. Tehát, hogy valószínűleg, ha jó minőséget választasz, mint egy top 50, top 100, amiben benne van, vagy tudod, hogy esetleg a Michelin csillagosok közül választasz valamit, vagy valakit, akkor ők nem teszik meg azt. Tehát ő nem teszi kockára. Ő nem fog rosszat adni, persze. Nekem tegnap úgy kihozták a busát harcsának, mint a húzat. Hát, ez Karesz küldte nekünk. Egy klasszik példa, ugye, hogy mást kapsz, mint amit kértél. Igen. Városliget azt mondja, hogy kürtös kalács, szerda este 1000 forint, torkos csütörtökön az ár, leárazva 800. 50% hirtelen ott. Hát igen, rákérdeztem, csak hümmögtek, ezt Evelyn küldte nekünk. A finoman a tárat emeltek, nem? A valószínűleg. 1006 volt, gyerekek. Hát vagy nem volt jó matekból. Felezd el, Józsi. Jó, írom. 1000. Vagy lehet, 58. Várjál, a hasznot felezte. Hogy a hasznot felezte, igen. Tamásiban ettünk tegnap, is jó volt a kaja, megfelelő volt az adag, és jó minőségű alapanyagokból volt. Mondjuk az egyikünk hús szeleteit kicsit nyersre hagyták, de jeleztük, és pár perc alatt hoztak érte másikat. És a mentes víz sem csapvíz volt, ugye tegnap ezt is hallottuk, hogy vannak olyan éttermek, ahol csak szénsavas vizet rendelnek, mert mentes víz a csapból is folyik. Hát, ha nem előtted botják, akkor mindegy. Azért az nagyon kemény, igen. Azt mondja, Dunaújvárosban nagyon jó volt a kaja, az adaggal minőséggel nem volt semmi gond, az italt kellett fizetni teljes áron. Uh-huh. Igen. Torkos csütörtök tegnap elmentünk, minden jó volt. A beszélgetés így indult. Jó estét, egy pohár száraz fehér bort kérek. Pincérnő, majd amilyet találok. Na ne. Ne. A gyerekek, ezt ne. De azonnal, majd amilyet találok. Azonnal vége ennek a nőnek. Hát hogy lehet ilyet mondani? Tehát ez nem torkos csütörtök kérdése, nem? Igen. De jó, majd amilyet találok. Jó duma egyébként. Igazatok lett a torkos csütörtökkel kapcsolatban. Tegnap elmentünk 4000-5000-es... Steak, szerintem steaket akartam. Igen, steaket, igen, csak steaknek van írva. Akartunk fogyasztani, rajta volt az étlapon is. Délután 1-kor közölték velünk, hogy sajnos elfogyott. Nem készültetek be nagyon. A sok vendégre a délután 4-kor már nem volt. Délután 4-kor már nem volt, igen. Na jó, szóval azért vannak jó tapasztalatok egyébként. Jó, na, akkor mégiscsak megéri ez a dolog. Csinálják, szerintem is ebből a szempontból jó, hogy el tudsz menni, hogyha valaki szeretne éttermezni, és nincs, nem úgy áll anyagilag. Na gyere, Júli, mondd el, mi volt a Putyinnal, mert te összeütközésbe kerültél a Putyinnal. És ezt még el sem meséltem, mert tegnap ugye te nem voltál. Mi történt? Hello. Mikor volt itt szerdán? Kedden jött. Csak Kedden Balázs szerben beteg volt tegnap, nem te voltál. Akkor azért nem beszéltünk. Ó, de rég láttuk egymást. Igen. Elment előtted a konvoj. Hát a Lidi a Rózsák terére jár óvodába. Tehát át kellett volna menjek a Rottenbiller utcán, és én a keleti pályaudvarnál jöttem ki a metró aluljáróból, és hát le volt zárva a Rottenbiller, mert hogy ott jött végig a delegáció, mentek a Fiumei útra ugye koszorúzni. De nem akkor jött végig, amikor nem, te ott volt, tehát egy lélek nem volt. Egy rohadt lélek, senki nem, ott állt a közeg, és mondták, hogy nem mehetek át. Mondtam, hogy ott van a túloldalon az óvodában a lányom, hát át kellene menjek, vár rám. Hát, már pedig itt nem fog átmenni. Mondta biztos úr? Igen, mondtam, hogy jó, mikor mehetek át? Hát, én azt nem tudom megmondani. És akkor így álltunk, és akkor a lányomnak ezt ki fogja megmagyarázni. Tehát mi fog most történni? Hát, én azt nem tudom megmondani. És nem javasolta alternatív útvonalat? Nem, azt mondta, hogy... Kerüld meg a Fiumei út. Sehogy, nem mondta, hogy meg tudom kerülni a tömböt itt. De mondom, nekem a túloldalra kell átjutnom. Aha. Hogy tudok a túloldalra? Hát, oda nem tud átjutni. De mondom, akkor miért kerüljem meg a tömböt? Nem tudok mit mondani. Mondom, jó. Édesem, hát őt oda lerakták, és ott csak a testén keresztül valószínűleg. Őt oda lerakták, és aztán... És közben a gyerek bent várt az óvodában? A gyerek bent várt az óvodában. Úgyhogy darabig toporogtam 10 percig, aztán... Ott hagytad a gyereket. Ahol van a felüljáró, hát én ott, amikor az rendőr elfordult, én ott átszaladtam. És utána lőtt legalább. Nem, de azt hallottam a hátam, hogy álljon meg! És a túloldalon is várt egy másik, aki mondta, hogy tessék bemenni a kis utcába most azonnal. Tehát le kellett mennem a Rottenbiller utcára, és akkor megkerültem az egészet, és aztán visszafelé menet, már amikor felvettem Lidit, tehát ez 40 perccel később jött a delegáció, tehát 40 percet kellett volna, hogy ott álljak, megvárni azt, hogy Putyinék elmenjenek. Már a Lidivel mentünk visszafelé, és volt egy hölgy mellettem,
aki sírva telefonált, szemben lakott valószínűleg a túloldalán, az utca túloldalán, és szólt a lányának, hogyha kinézel az ablakon, látod, hogy itt állok lent, mindjárt megyek föl. Ha kinyitod az ablakot, még tudok is neked integetni. Valószínűleg lement egy liter tejért, de vissza már nem tudott menni. Édesem, és a gyerek ott maradt egyedül a lakásban. A gyerek fent egyedül a lakásban, lehet, hogy tényleg mondom, annyi lehetett, hogy leszaladt egy kiló kenyérét, és nem engedték vissza. És a nő ott állt, potyogtak a könnyei, és így integetett a lányának, hogy itt vagyok, ne aggódjál, semmi baj nincsen, itt vagyok, mindjárt megyek föl. És hát, és a Lidi ott áldogált, és közben mellettünk meg volt, hogy persze, ennyit, inkább minket védenének, meg minden. Ja, hogy ment a helyesek voltak, mert ott álltak a rendőrök. Öltöztetve, és akkor jött a delegáció, és akkor előtte két percet beleszóltak a fokitókiba, hogy akkor most mindenki megfordul szigorúan, háttalál, és tartja a tömeget, vagy valami. Ezt hallottad? Igen, tartja a tömeget. És három elkeseredett síró anyukat, oda, aki elvesztett a gyerekkel a kapcsolatot. Elég sokan voltak. És aztán tök lükesség volt, mert az oldalon, az egyik oldalon már átengedték az embereket, minket meg tartottak már vissza, miközben a delegációnak már se híre, se hamva nem volt. Tehát ott áldogáltunk ilyen szerencsétlenül, akkor a rendőrök is így álltak szerencsétlenül. De mi van, ha átengedi az anyukát egyébként? Én ezt azért sose értem. Nyilván ő nem kockáztatja a saját állását, mert fenékbe rúgják. Tehát előttem zokogna egy anyuka, és ott fönt a negyediken sírne egy 6 éves gyerek, kilóg a félig az ablakba, nem tudnám azt mondani, hogy hölgyem. Nem is lenne állásod azonnal szerintem. Valódi veszély, vagy eljátsza ezt egy amerikai bérgyilkos csoport, hogy a kislány is be van avatva, nagyon zokog, a mama pedig nem sokára lőni készült. A kislány a fegyver. Tehát mi van az, hogy te gyorsan szaladj a hölgyem át? Abban a pillanatban kirúgnak? Vége van? Szerintem ki. De ott, a konvoj ott, még figyel, valahol Ferihegyen izé beszélgetett az orosz, nem tudom, hoki válogatottal a Putyin, miközben ezeket már lezárták a Rottenberg utcán. Három órát késett, mert meglátta a fiatal hokisokat, hogy kikkel találkozott. Nagyon jó volt, ugye azért késett a elnök úr, azt hiszem 2 órát, mert találkozott a téli ifjúsági válogatottal. Érted? És beszélgetett velük egy 2 órát. Itt meg a Rottenbillerben már érted, családok szakadtak szét, mert mindenki várta, hogy jöjjön a Putyin. Szóval kirúgnak azonnal? Átengedes? Figyelj, ott nagyon marconák voltak. És ráadásul vicces volt, mert ott állt ez a két szerencsétlen, velük szemben mondjuk 30 feldődött ember, ebből egy néni sírt, akinek a túloldalon volt a lánya, és volt ott egy ilyen autó, amiben bendültek így a rendőrök. És így néztek így kifelé. Ők a plusz biztosítás volt. Ha baj van, akkor ők ugranak elő. Igen, azok meg ez a két szerencsétlen meg integetett a többieknek, hogy gyertek már ki, gyertek, csináljátok már valamit. Ja, próbált erősítést kérni, a felbőszült anyák miatt. Mert ugye a Rákóczit is lezárták, ott is középen állt két ember, de mikor ez a csapat, akiket nem engedtek át, észrevették, hogy a túloldalon még átslisszolhatnak emberek, akkor azok elkezdtek átmenni keresztbe. Mire az az ember, aki középen áll, az elkezdett így megállni. Nekem ott a gyerekem az ablakba, én nem állok meg. Biztos, hogy nem. Tehát mit csinál utána a dő? Nem tudom, hagyhatja el a helyét. Kikerülöd és ott hagyod. Kiabál? Tehát most zokog a gyereked az ablakba, átmész. Mutasd már egy rendőrt, aki megállít. Biztos, hogy nem állít meg. Hát mit csinálsz? Uram, nem mehet. De igen, de uram, nem. Nem, lefog. Nem, de nem. Nem enged ki. Hogy fog meg? Hát úgy fog meg. Nem enged át. Elindulsz balra, hopp, egy lépés balra, és már kim vagy jobbra. Hát hogy? Zokog a gyereket? Hát ez nem, akkor már azt hiszem, hogy ilyen... Nem, hát olyan nincs. 5-10 percre lehetett a delegáció. Tehát akkor ott már azért már kiélezett volt a helyzet. Felültes. Elefánt! És azt mondja a lába között, tudod, azonnal nem. Nem fér nekem, ha Benny zokogna az ablakba, biztos, akkor lelő. Nem érdekel. Vagy mit tudom én, hát a gyereked csak van, és ő 5 évesen sír az ablakba, hogy üvölt, hogy megijed, mondjuk egyedül van. Hát egy rendőr nem tud megfogni. Most én nekiálltok ott ördögszekerezni, és jön a Putyin, és azt látja, hogy egy rendőr gurul egy csegye ízével a Rottenbiller utcában, egy civillel, tudod, iszonyat. Egy nálózacskóval a kezében hozza a tejet. Hozok két kiflit, meg ízé mogyorókrémet a gyereknek, vagy egy túros pitét, és nem tudom, gurulok a rendőrrel a Rottenbiller utcában. Nem egy ember vetné, vagy nem egy rendőr vetné rá magát. Rá magadat. Hát de nem volt ott egy, egyáltalán ott volt a következő, hány méterre, 10 méterre? Én biztos, hogy... Menni a kereszteződésen ennyi. Ja, biztos, hogy nem állok a rendőr között mennyi 10 volt? Méter, hát azért 10 méter ott át tudsz szaladni. Biztos, mire ők két oldalt odaérnek, addigra te már másik oldalon vagy. Mondjuk ebből a legszebb egy ilyen lezárásos sztorinál, az nem most volt, hanem pár évvel ezelőtt láttam. A csávó átjutott, hogy át akart menni a másik oldalra, átjutott a két rendőr között, akik az ő oldalát védték, már ment a kiabálás, figyelj, megállították a másik oldalon, ahova már átért, és visszavezette a csávó.
Mi is jöttem, hogy ő már átszökött valahova. Én vagyok az út ezen az oldalán, át akarok menni oda. Itt igen? A két rendőr között átfutottam, a másik oldalon megállítottak, és visszahozta a csávó. És mondta neki az ember, de átjutottam, már itt vagyok, már mindegy. Nem mindegy. Most azzal fogjuk akadályozni a forgalmat, hogy visszajövünk, tesó. Neki megmondták, senki nem jön át az egyik oldalon a másikra. Aki átment, az visszamegy. Tehát, na mondjuk, ez nekem ez picit, volt, a, ez volt a csúcs. Nyilván, igen, hát ők kézivezérlésűek, tehát ők azt a parancsot kapják, nem hogy nem. De hogy biztos, hogy nem álltam és volna milyen meg. Volt? Láttad? Elnöki konvoj! Csendes. Ami mit vártál? Én azt hittem, hogy iszonyatosan. Igen. Hogy? Én azt hittem, hogy lezárták. Ez egy mentőautó, de nem szirénáznak. Én azt hittem, hogy ezek, mert amikor tisztítják az utat, vagy mondjuk jön végig valamilyen delegáció, akiknek nem pucolják le így az utat, azok szirénáznak, mennek előre a két motoros, utána jön még két szirénázó autó, és akkor félreállítják. De olyan fura volt ezek, hogy végigmentek, picit villogtak, de senki meg nem szólalt, úgyhogy olyan volt, mint egy ilyen gyászmenet. Tehát elsuhantak így előttünk. Nem tudom megmondani, hogy melyik kocsiban ült, mert az igazság, hogy nem volt. Nem, de volt három legnagyobb egymás mögött. Tehát nem tudom megmondani, hol, melyikben volt. De azt hittem, hogy volt egy kocsi, amikor azt mondtam, na Lidikém, na nézd, ott ül abban. Azt tudja az. De úgy mentek el az autók, és hoppá, mondom, akkor valahol itt volt, csak nem tudom, hogy melyikben. Mentek így, nagyok, kicsik, volt egy izé, ja, volt egy sürgősségi ambulancia kocsi is, aki ment utánuk. Azt hát, nem... ha egy ilyen átfutót elütöttek volna, akkor ja, ő hogy áll akkor meg szerintem. Aha. Akkor ők vagy nem hiszem, vagy azért megy vajon egy mentőautó, hogyha rosszul van. Rosszul lesz, akkor nem, akit között. Elüt a konvoj, az azonnal összeszedik. Tehát az úgy van, hogy négyet elütnek, mert nem állnak meg, és abban a pillanatban. Abban a pillanatban már áll is meg. Igen. Hát a limóját nem ismerted meg? Nagyon szépeket olvasok. Nem tudom, hogy ez egy jövőbeli limó, vagy ez a limója, de hogy egy S-mercit csináltak meg neki, nem láttad? Mercedesben utazott. Julinak, nekem sem mond semmit ez az S betű, hát neki meg... Milyen az az S-merci? Kanyarok. Nagy, akkor mindegy egyébként. Ne, figyelj, 300, ne, 300 millió. Jó, hát az nem volt ráírva, hogy ez a 300 milliós S-merci. Hát a csekkot lesz volna. Azt láttam, hogy volt több lesötétített üvegű kocsi egymás mögött. Az volt. De... Csináltak neki egy S-mercit, hasonló van egyébként az Obamának, tehát olyat kért. Azt mondja, hogy brutálisan nehezek az ajtók. 1500 kilóval nehezebb az autó, mint egyébként a normál S-merci. És minden létező biztonsági dolog benne van, ki robbantást kibír, aknavetővel nem tudod, kézigránáttal nem tudod megsemmisíteni, páncélozott NATO szabványnak megfelelő páncélzattal van ellátva a kocsi, tehát egész egyszerűen döbbenetes. Szerintem ezt hozták ide. Ezzel jött már az új. Például vegyi támadást. Komoly kézi fegyveres támadást is kivér, és saját oxigénkeringetési rendszere van az autónak, tehát ha megtámadnak, akkor Putyin ott még egy maszkkal vidáman üldögél az arcán, és megvárja, amíg kiszavítják. És ott is van ilyen eligazításod az elején, hogy húzd fel a maszkot az arcán, azt Stewardess elmutogatja, hogy hol kell kimenni, hogyha felrobban. Konkrétan igen, defektmentes abroncsok. Ha kilövik az abroncsokat, még az autó 80-nal tud egyébként menni, és automatikus tűzoltó berendezés van a kocsiban. Tehát, hogyha meggyúlod a kocs, már oltja is el magát, és 6 literes, 5,5 literes, V12-es kis turbó motor hajtja. Egyébként ugye nagyon komoly. Valószínűleg ezt hozták ide. A repülővetet ezzel ment. Igen. Viszont a fiam kapott egy piros pontot, mert ő volt az egyetlen, aki meg tudta mondani az osztályból, hogy ki volt a nagy vendég. Erre adnak piros pontot. Igen, mert annyira úgy látszik. Na milyen óvod ez, ahol ezt kérdezik a gyerektől? Nem, csak hogy a tanítónéni megkérdezte, és valószínű, hogy tényleg annyira senki nem tudta, hogy a Milán az rögtön bedobta, hogy Putyin. Ja, a nevet is kellett tudni. Igen, és a Milán megmondta, és akkor a tanítónéni megdicsért, és valamire. Hát kapott egy piros pontot is, aminek nincsen nyilván jelentősége, aha, mert valahol biztos az írás füzetébe belehúzott egy piros pontot, de a Milán nagyon. Hát csak hogy tájékozott a gyerek, azért mégis. Ez is az óvodás, az mit kapott, aki az olvastát, hogy 3 évesen haza sétált? Hát van egy pár ilyen, hogy kisétál a kapun, aztán... 3 éves a gyerek, én nem tudom, hogy történt. 3 éves, bevitték az óvodába, első óvodai napja, 2 órát volt bent a gyerek, én nem érte 3 éves, nem jött ki a kiáratig, mert hogy nem tudta, hol a kiárat. Tehát, hogy hogy? 3 éves, figyeld, mit ment végig a gyerek. Bevitték, 2 órát volt bent, 2,5 kilométer sétált a gyerek haza, nyitva felejtették a kertkaput, és azt mondta a gyerek, hogy neki elég az óvodából. Neki nem kell. Igen, nem szeretik úgy, mint otthon. Először volt bent, először tette meg az utat az édesanyjával, 2 forgalmas kereszteződésen, elsétált a külvárosig, átszelt egy erdőszakaszt, és egy kis patakon átmászva eljutott egészen, és áldogált a ház előtt. Azt, hogy csinálja? Hát zseni. Ki zseni, ő zseni, ez biztos, hogy beépített GPS-es. És akkor milyen, amikor otthon vagy, csinálod az ebédet a gyereknek, mert ugye haza kell hozni délben, és kinézel az ablakon, és ott áll tetikem. Anya! És nem érjél el a csengőt. A gyerekek, az én gyerekem
3 éves, ha hazajön egyedül, az mondom, holnap tudod, egyedül mész. Oda is. Most már tudod, hogy kell menni. Itt a zsákod, itt a szalámi szendvicset, irány az óvoda. 3 évesen 2,5 kilométert, hogy jössz haza úgy, hogy fogalmad nincs, hogy merre kell. És ráadásul nem is csak úton ment, ahogy mondtad, hogy erdősáv patakon átmászni, tehát ott volt egy ilyen tényleg beépített GPS-e van a gyereknek, egyenesen előre, bármi van előttem átmész. Hát valószínűleg egyébként, hogy nagyon keveset, vagy egyáltalán nem járnak autóval, mindenhova gyalog járnak, és ezért a kisrác megtanult. De először volt az oviban. Tehát aznap vitte először az anyja, mondjuk az se egyszer ment végezem okay, az úton. Rendben, de, de lehet, hogy mellette van a bolt, ahova meg már elmentek 100 000-szer. Ja, és onnantól és kezdve hazament. És akkor azt tudja, hogy ott van a bolt, onnan tudja hazafelé az utat. Ebben azért az az érdekes, hogy 2,5 kilométert, mert úgyhogy senkinek nem tűnik föl, aha, egy 3 éves gyerek egyébként egyedül sétál. Látsz egy 3 éves gyereket egyedül az erdőben, azért csak megállított, hogy papa kicsit leheveredett, és elmentél kicsit sétált, hogy hogy megy a gyerek át egy erdőszakaszon, 3 évesen. Magyarországon, vagy Budapesten? Nem, ez valahol talán Angliában, vagy nem tudom, hol történt. Én akkor kicsit mindig irigy vagyok. Hogy a miénk miért nem hogy ilyen? Miért nem ilyen az én gyerekem? Hogy miért kerélte menni este? Kicsit irigykedem, hogy miért ilyen okos ez a gyerek, hogy 3 évesen haza, hogy az enyém miért nem jön haza? Fölöltöztetnék az óvónőnköt, a pannát, somát, megfogják egymás kezét, mi nem is lakunk még ennyire se az óvitól, az gyertek haza. Ott az a nagy, négy emeletes, arra tessék hazamenni. Én el szoktam küldeni a Milánt meg a Lidit boltba. Hány évesek? Hát a Lidi 6, a Milán 7. És már mennek egyedül? Mennyire mennek? Nem félsz? Nincsen olyan kereszteződés, amin átkerül. Nem a kereszteződés. Valahogy én arra gondolom, hogy megáll egy furgon, és bekapják őket a furgonba, és tovább mennek. Tehát, hogy nem merném. Én nem tudom, mikor fogom a Bennit elengedni egyedül. Mi 8 évesen mentünk? 10 évesen? Hát más volt a világ azért, az 30 évvel ezelőtt. Szerintem volt más. Szerintem igen. Szerintem nálunk falun egész biztos, de szerintem a főváros is. De mellettek adtak két kecskét kísérőnek. Hát az bárki, persze, aki hozzátszott, fölök lehet a kecske. Hát meg a vérkecske, meg a őzékecske. Hát meg úgy volt, hogy anyánk a mi nyakunkra kötötte a pórázt, a bodrik kutya fogta a szájába, elvezetett a bótig vissza. Persze. Kutya eldobta a csontot, te mindig összeszedted, kutya tovább dobta, te mentél utána, kicsit csóváltad a fenekedet, ez úgy könnyű volt, érted? A faluban nem jött autó, a lovaskocsi meg nem tud olyan gyorsan elrabolni, hogy ne érjék utol. Na, mivel vigyenek egyet? Azért ma már érted, a furgon megáll. És elengeded őket egyedül? Nem. Tényleg? Aha, és ilyenkor nagyon-nagyon büszkék magukra. Én kiállok a kapuba, ameddig látom őket, addig integetek, belerakom a kezükbe a pénzt, felírom egy kis papírra, hogy mi kell. Fölírod egy cetlire a nevüket, meg a telefonszámukat, hogy olyan, raksz egy kulcsot a nyakukba. Hát amikor nagy tömegbe megyünk, egyébként nálunk ez a módszer, hogy felírom a kezükre a telefonszámot. Van egy ilyen okos karszalag, tudom, nálunk. Nekem még leszek. Ja, te ráírod a bőrükre, bele van tetoválva a telefonszámot. Nem félsz, hogy ott valami történik velük? Hogy oda megy egy csúnya felnőtt, és akkor azt mondja, hogy ha megteszitek nekem ezt, akkor megkapjátok ezt a szép új cipőt. Azért nem félek, mert ketten vannak, egyedül nem engedem el őket. Hát egy 6 éves mit csinál? De nem, tehát hogy nem, azért nem félek, mert egy nagyon biztonságos környéken lakunk, pontosan tudom, hogy milyen útvonalon megy végig. Nem félek. Felelőtlen szülő vagyok? Hát nem tudom. Nem gondolnám, bátor. Nem. Egyszerűen én jobban félnék ettől, hogy elengedjem őket. Nem hiszem, hogy meg, ha még ha ketten lennének se. Tudod? Mi van, jön egy autó hátulról, ott itt sétálnak a járdán, meg a hülye gondolatai vannak, nem tudom. Pedig én is azt gondolkoztam sokat, hogy 8 évesen már közlekedtem egyedül, meg 10 évesen. BKV-re ültél, felszálltál, leszálltál, mentél. 6 évesen azt mondom, hogy 7 évesen már egyedül jártam iskolába, de 9 évesen konkrétan a város másik felére jártam át. Egyedül BKV-ztam, és soha az életben semmi bajom nem volt. És 9 évesen elengeded majd őket egyedül, hogy BKV-zzanak? Nem. Ugye, hogy nem? Nem fogom. És akkor ide miért? Azért, mert kisebb a táv, rövidebb igen, a táv. Igen, sokkal rövidebb a táv, nem kell átmennie kereszteződéseken, tehát tulajdonképpen csak egy úton kell végigmennie, bemegy a boltba, aztán visszajön a boltba, tehát ez nem egy, nincsen benne veszélyforrás, nem látok benne veszélyforrás. De mert a veszélyforrás nálad ebben a beszélgetésben úgy jön le, hogy az, hogyha elütik, ha át kell menni a kereszteződésen, amit Balázs mond, szerintem az a nagyon, az emberi tényező. Az emberi, de az, hogy megy valaki az úton, és egyszer csak észrevesz, hogy ott van két gyerek, és fényes nappal kipattan, és megfogja, és fel. Igen, vagy lecsatolja róluk a táskát, elveszi az órájukat, kiveszi az apjukat. Ja, érted? Hogy úgy nem tudom. Mindig leszedem a tiarát a Lidi fejére. Kicsi mind a gyűrűdet, gyorsan a tiarát, vedd le az övedet, minden mobiltelefonokat is. Van náluk telefon például?
Nem. Nincs náluk telefon. Telefon? Miért? A te fiadnál van telefon már. De nem is engedi el egyedül. De, én csengőt fogok rakni a nyakába, tűzoltókészüléket, petárdákat, régen a vihart lőtték a Balatonon, tudod, felült egy piros rakétát. Egy percenként egyet lő a hátáról a gyerek. Telefon nélkül sehova nem engedem el. Nincs náluk telefon, de szerintem ha lenne telefon, azzal sem nagyon tudom. Most képzeld el azt az élethelyzetet, amikor elték 10 perc és nem jönnek. Elték 20 perc és nem jönnek. És lemész a boltba, és azt mondják, itt nem voltak. És mondjuk ott állsz. Most beleraktad azt hiszem az ideget. Itt nem jártak. És rohansz a bolt, és azt mondják, hogy hölgyem, nem láttuk a két gyereket, és kész. És nem tudod, hogy mi van. Soha nem engedném el. De hogy egyszer máshogy vagyok, nyilván kódolva. Biztos, hogy nem. És hova mész? Még hát legalább egy telefont adja kezükbe. Nem azt mondom, hogy rossz szülő vagy, dehogy vagy. Bátor vagy, olyan a környék. Nem tudom, nem merném megcsinálni. Én ennél félősebb vagyok. Pénz van náluk, boltba mennek. 200 forint. Akkor is. Hát de most. Mi, ha már leküldöd őket a nagy bevásárlást is? Egyébként fontos, egyébként, de tényleg basszus közben ez egy szörnyű dolog, mert hogy mi ettől lettünk önállóak. Igenis, leküldtek a közértbe, nem volt ez a túlféltés, vagy a világ nem volt ilyen, bár szerintem ugyanilyen volt, mindenki elmondta, mi szüleink is elmondták, az ő időkben nem volt az ilyen a világ, mi is elmondtuk, hogy jaj, a mi időkben, ez mindenki mondja, hogy jaj, a mi időkben nem, vagy igen. De hogy ettől lettünk mi is önállóak. Nem kaptál egy cetlit, én megkaptam anyámtól a cetlit, lementem vásárolni. Mondom, te elfejtettél. Egy pofon mehetsz vissza. De tényleg nem volt ilyen, nem? Mentünk simán vásárolni. Nagyon bátor vagy. Most meg már tök valahogy az ember, én nem tudom. Nálunk a faluban, érted, kiléptem az ajtón, elmentem jobbra 300 métert, ott volt a bolt, és nem kellett kereszteződésre menni, meg tényleg nem volt az én koromban se forgalom, se semmi. De akkor az miben más, mint hát most? Hát abban, hogy most... A Ferit attól féltek, hogy leütik a tehéről. Ez a lovag volt a tehénen, érted, leütnek a tehéről, nagyobb esély. Hát nálunk a tehén volt az értéked, azt hitték volna el alólad, érted? De hogy nyugodtabb volt, csendesebb volt, vagy csak most azért gondoljuk, hogy több van, mert hogy mindenek akkor a hírt csapnak? Hát egyébként nyilván, nem tudom, én most olvastam ilyen statisztikákat, és minden csökkenő tendenciát mutat, bár egyébként a statisztikákban, ezekben az éves kimutatásokban megjegyzik, hogy az elkövetések viszont indokolatlanul erőszakosabbá váltak, mint mondjuk évekkel ezelőtt. Ja, hogy amikor betörnek valahova például akkor idős sokkal, emberekhez, akkor biztos, hogy még a verés is benne igen, van, ha csak nem ölik meg. De én nem gondolkodom ezeken. Tehát, hogy én azt érzem, hogy van két elég önálló gyerekem, akik azt mondták egyszer, hogy anya, elmehetünk mi zsömléért. És akkor húztam a számat, hogy hát nem, na anya, hagyj menjünk el. És akkor kiengedtem őket a kapun, álltam, vártam, míg eltűnnek az utcában, vissza sem mentem, na mondom, ezt megjárjuk, jöttek vissza, rettenetesen boldogok voltak, fülig ért a szájuk, hogy megcsinálták, és hozták a három darab zsömlést. Lehet, hogy neki van igaz egy. És mondtam, hogy anya, találkoztam egy bácsi, és azt mondta, hogy ha megcsinálom neki ezt, akkor megkapom ezt a szép új cipőt itt. És felemelt a lábát, tudod, igen. Na jó van. 7:30 pontosan, 6 perccel jönnek a hírek. Óben bácsira lehet jelentkezni, ha valaki szeretne írni nekünk SMS, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 pontosan, 1 perccel jó reggelt kívánom mindenkinek. Itt egy óvodai kis srácról beszéltünk, aki 3 évesen hazasétált, ugye az óvodából, 2,5 kilométeren keresztül átvágott egy erdőn. A gyerek meglehetősen önálló. Megölte, győzett, hazahúzta a fogával. Igen, kivágott egy fát, meggyújtotta, kicsit megsütötte, melegedett a tűz körül, felmászott a fára, hogy éjszaka ne legyen baja, majd reggel megérkezett. Nem, ment a gyerek, és 2,5 kilométer után hazament. Aztán Júli elmondott egy történetet még előtte, hogy ő elengedi a gyerekeit a közértbe, ugye 6 és 7 évesek. És arról beszélgetünk, hogy bennünket is mennyire küldtek, de hogy az ember lehet, hogy most túlfélti a saját gyerekét, de 6 évesen nem gondolom, de ahogy hallom tese, hogy például én elengedném. De nem felelőtlen az a szülő, aki meg azt mondja, hogy legyél önálló, menjél egyedül a közérbe. Ez mindenki szerintem a gyerek temperamentumától függ, a szülő temperamentumától függ. A helytől függ, hogy hol laksz, csak hogy mikor engeded a gyereket. És valóban igaz-e, hogy a mi világunk még talán nem volt ennyire szörnyű. Szerintem ugyanilyen szörnyű dolgok történtek akkor is, csak most többinek kerül nyilvánosságra. Nem ennyi. Meg én azért sem merem elküldni, most képzeld a panyaszt, leküldöm a izé a pékségbe, ott van alattunk, egyébként megtetném. Édeslányom hozzá már 4 zsemlét vacsorára. Igen. Ott állna a gyerek, mondta, hogy na most vagy ide adjátok az összes tortát, vagy leszedezt a grill csirkét a forgatóról, ide vágott hozzám a fejét, megeszem, mire fölérek, hogy ne legyek, és tesz oda egy kis komiumit, vagy szétvágnak. Nem, igen, erről beszélgettünk még a hírek alatt, hogy ki hogy gondolkodik, mindenki nagyon máshogy szülőként, de hogy én soha nem azt mondom, hogy nem a gyerekben nem bízom. Mert az egy hülye hozzáállás, mert akkor tényleg nem az életre neveled. Tehát azt érzékelteted vele, hogy jaj, te hülye vagy, ezt még nem tudod megcsinálni, az baj. Én a külvilágban nem bízom.
Tehát az emberekben, és nem a gyerekkel éreztetem, egyszerűen nem hiszem el, hogy ez a világ ez ne lenne olyan rossz, hogy valami baja lehet. Én részek sofőrben, ha megy az úton a gyerek egyedül, egy kóborkutyában, egy hülye felnőttben, aki belekölt, két kamaszba, aki ellátja a baját. Részek sofőr, hülye kamasz, de ez volt 20-30 évvel ezelőtt, amikor mi persze, volt. Persze, lehet, hogy akkor még önállóban neveltek minket. Hát, meséltem azt a Tesco sztorit, vagy osan tök mindegy, hogy hol történt, nem is ez a lényeg, érdem. Ahol az 5 éves gyerek, 6, viszonylag egyébként már nagyobb volt, nem pici 2 éves, vásárolt az anyjával, és a gyerek elkeveredett az anyja mellől. Eltűnt. És ugye az anya szólt, volt annyi lélek jelenléte, hogy lezárat, nem a gyereket kezdte el először keresni, hanem azonnal odaront, hogy zárják le a kijáratot. És kiderült, hogy közben a gyereket már bevitték a WC-be, levágták a haját. El akarták rabolni. 1-2 éve történt meg. Valamelyik érdi hiperben. Levágták a haját, átöltöztették, és úgy találták meg a gyereket, hogy új, más ruha volt rajta, már le volt vágva a haja, és úgy próbálták kivinni. Az volt a mázli, hogy az összes kijáratot lezártak, és minden gyereket átnézték, mert egyébként kisétáltak volna a gyerekkel. Most a gyerek nem ordít. Vagy nem az a temperament, vagy tudom, megijed. Megijed, és akkor nem ordít. Ilyen sztorit szülőként te végighallgatsz, egyrészt a szőr feláll a hátadon, 2, ezek után, tehát hogy én értem, aki azt mondja, hogy én a világban nem bízom, nem a gyerekben. És bevitték a férfi vécébe, ugye a női vécébe, és a gyereket elkezdték átöltöztetni. Ha az anya nem zárja le a kijáratot, hanem kóvályog még ott a sorok között sírva, üvöltözve a gyerek nevét, akkor a gyereket közben kiviszik az érdi hiperből. Vagy bemondatja, hogy hosszú hajú piros ruhás kislány eltűnt, és már van egy rövid hajú fekete ruhás. És a gyerek egy rövid fekete, mint az egy haja, nem tudom, sapkába szépen kisétál a hiperből úgy, hogy egyébként fogja a felnőtt kezét, mert vagy megbízik benne, vagy annyira meg van ijedve, vagy nincs az életre még úgy felkészítve, hogy ne menj el idegennel, nem tudom, kisétálnak a saját gyerekedet. Ezek után... És a sír is, hát mikor mész oda egy olyan gyerekhez, aki mellett ott nem, van, egy felnőtt, nem, és a gyerek kicsi, igen. Jó, most nem vesszük meg azt a játékot. Na, már ennyi. Kint is vagy vele. És kint vagy már vele. Kint is vagy tehát, vele. Hogy azért van, hall az ember nagyon, nagyon kemény történeteket, és ezt egy hiperben, ahol azért nem gondolnád, hogy nem tudom, gyerekrablók mennek utána. Mert hogy tele van állandóan biztonsági őrrel, az a legbiztonságosabbnak gondolod. Igen. Így. A 90-es években voltam óvis, 5-6 évesen egyedül jártam az óviba és haza, a boltba is elküldtek, viszont volt olyan osztálytársam, akit még a középiskolában is kocsival hurcoltak, utóbbiakból lettek olyanok, akik még 30 évesen az anyukat hívják, ha nem tudnak WC-re menni. Júli jól csinálja. Ez a 3 éves gyerek sztori már vagy 30 éves, azóta felnőtt úrimbert úgy hívják, hogy Bear Grylls. Ez Krisztián küldte nekünk. Igen. A lányom 5 évesen egyedül ment már óviba, a fiam elmúlt 6, de eszembe nem jutna egyedül elengedni, pedig az utca végén van az óvi. A gyerek személyiségétől is függ, hogy te, mint szülő, mit, mikor mersz megengedni. Marci, abszolút igazad van. Egyébként nyilván mások a gyerekek is. Van, aki önállóban, aki kevésbé. Én a kóborkutyáktól félteném a gyereket, így az Zozó. Most mi van abban, ha elengedi a 6 és 7 éves gyerekeket egyedül? Az összesen 13. Ha így nézed, akkor igen. Tényleg semmi. Na de fiúk, nem mondjátok, hogy ma Magyarországon nem lehet egy 7 éves gyereket egyedül leengedni a boltba, tényleg ennyire rossz lenne a közbiztonság? Hát, fene se tudja. Függ attól, hogy az ember hol lakik nyilván. Persze. Tehát most valahogy egy menő budai kerületben, vagy valahol Pesten, egy szörnyebb helyen, hát nem biztos, hogy az ember ezt nehezen tudja eldönteni, igen. 6 évesen jobban ismertek az üveg visszaváltóban, mint az oviban. Ez Robika küld. Hát azért a papa pressziója, azt gondolom megvolt, tehát nem te ittál meg mindent. Ja, kis, segbe rúglak, ha nem vizelize ezeket az üvegeket. Igen, jó, oda minden rendes gyerek ment, oda mi is mentünk. Tesóban megfogtuk, összeszámoltuk. Vagy igen. Otthon volt, vagy valahonnan szerezted, de kellett a fagyi pénz. Igen. Azt hiszem, micsoda, ha pont jön a busz, és Milán gondol egy nagyot, gyere, hugi, menjünk, buszozzunk, akkor... Na, akkor mi történik, akkor anya még büszke lesz ránk, én sem engedném, írja Kriszta, de nem megy buszozni. Nem megy? Nem megy, Gyuri felhúzta magát. Honnan tudod, hogy nem megy buszozni? Mi szereti? Mert jártatok busszal is, mert te is busszal viszed el az iskolába. De nyilván nem hülye 7 éves, hanem egyedül nem ül föl buszra, hát meg van neki tiltva, hogy megmondod neki, akkor nem, persze. Igen. A nagyobbik fiam 12 éves, a sarokról nem talál haza. De imádom, amikor egy szülő egyébként ilyen a saját gyerekre, én ezt bírom kicsit. Nyilván nem előtte mondja, de egyébként elismeri, mint szülő, hogy gyerekek 12 évesen lerakod, megforgatod, egyszer nem talál meg, pedig itt állok tőle 2 méterre. Én ezt szeretem. Érzed a büszkeséget az SMS-ben? Nem, ez jó, amikor egy szülő nem elfogulta, látja a gyereket, nyilván nem előtte mondja, mert az a gyerek önbizalmának nem tesz jó, de amikor így és leírja ezt, én kedvelem. A sarokról nem talál haza, a kicsi 2 évesen egy nap alatt kiismeri magát egy brutálisan nagy wellness hotelben, és bárhová elvezet. Mi 800 méterrel laktunk az óvodától, a 2,5 éves gyermekem egyedül jött haza, hogy elengedték kakilni.
Délben elsápadt óvónők és dadák csengettek, hogy otthon van a gyerek. Az ebédnél vették észre, hogy egy fő hiányzik. Átiratta a másik hamar. Óviba. Az nem egy erős óvi. Nem hamar. Tehát így reggel 9-kor eltűnik a gyerek, és délben, hogy még van egy adag elkáposzta a gyerekek. Nem kell valakinek? Azért az nagyon kemény. Azért az nagyon kemény. Igen. Na jó van, köszönjük az SMS-eket. Játszunk Kóben bácsival és Beru nénivel. Már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, hello, ciao. Ki vagy? Reni vagyok. Reni, hello Reni, jó reggelt. Honnan hívtál minket, Reni? Vásáros Dombóról, de igazából Dombóváron vagyok jelenleg, mert itt dolgozom. Dombóváron? Na, mit csinálsz? Igen. Varodába dolgozunk. Hát akkor sokan vagytok, ott mindig többen vannak. Hát 20-an itt vagyunk, igen. Egy férfi van köztünk, a főnök, a többi mindenki. Milyen rossz lehet neki? 20 nő és egy hapsi? Nagy a nevetés, Reni! Egy pari van tényleg? Igen, igen, a főnökünk. Ja, de hát ő már nem áll bevarni. Hát néha-néha. 20 ilyen pletykálkodó, visítozó, a legrosszabb viccen is fejhangon röhögő nővel, az első nap leönteném magam benzinát. Biztos. Az biztos. Na jól van, figyeljetek, mutatjuk, mit csinálnak, jó? Hallgassátok meg. Aha. Valami, igen, ez megint az az aj, amit sose fogunk megfejteni. Közösségi életet élnek. Mutatjuk az éneket, figyeljetek. Na. Még egyszer meghallgatottam a videót? Figyeljetek, mutatjuk. Ott van a főnök is, ő is próbálja megfejteni? Most másik helyiségben van, hogy nincs itt, de nekünk van egy tippünk. Na. A Vén Európa. Van egy ilyen dal. Nem, ez nem az. Ezzel nagyon jött kuncogtam. Ez hogy? Ez még sem is hasonlít. Hosszabb részlet jöjjön? Hát, igazából a bögrére hagyottam volna, de... Nyilván, mindenki arra. Azt már rákérdezés miatt is elbuktátok, szóval az már sehogy se lenne. Jó, akkor hallgassuk a hosszabbat. Jó, kivettük a bögrét. Majdnem, igen. I can tell me. Aztán minden. Jó, van, na, bögre nincs. Tényleg, Egy jó kis Brian Adams dal, így van. Igen, és szeretem is adat. Ez a Robin Hoodnak. Igen. Igen, a Robin Hoodnak volt a zenéje. Jó van, figyeljetek, hát bögre egészen biztos, hogy nincs. A rákérdezés miatt is csak azért kaptok valami minimális ajándékcsomagot, mert ilyen jó szívek vagyunk, Reni. Meg, hogy ennyi hallgattok minket, vagy küldünk nektek egy bögre nélküli ajándékcsomagot, jó? Jó, köszönöm. Köszi a játékod. Oké, hello. Ciao, hello. Vén Európa, hogy jött? Hát, azt szeretik, azt hallgatták sokat. Igen, 4 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon. Hello Feri, jó reggelt! Hello, szevasztok! Jani még mindig nincs, pihen, és hát én most mondom, nem is a jó szó pihenés, hanem ugye hát beteg. Igen, az általában otthon antibiotikumot szedve, az nem nevezni. Barokos túlzás. Igen, bár nachos biztos van, meg film biztos van, Janit ismerve, de azért ez nem egy kellemes. Igen, de az ember beteg, és mindkét családtagja beteg, akkor ez pihenésnek kevésbé mondható. Igen, hétfőn megy dokihoz, lehet, hogy már hétfőn lesz, mert ha antibiotikumot szed, az már egyáltalán nem fertőz. Na, azt mondja, hogy trafi a 47-esen Mikepércsen belül, a 17-es kilométernél ez Zsolti küldte nekünk, köszönjük szépen. 85-ös főút Peresztek környékén hatalmas köd, a látótávolság kb. 5 méter, Henny és kislánya ezt Bogi küldte nekünk. Aztán Hello Morning Show, Vecs és Ülő környékén nagy a köd, szóljatok létszik a sok agyasnak, aki még a lámpát sem használja, hogy a ködlámpa most legális lenne. Aztán mondjatok már be a sok okosnak, hogy legalább a világítás kapcsolja fel a kocsin, ha már kettőig nem látni a köttől. Köszi, szép napot, Edina. Te tudod, hogy hívják a hátsó ködlámpát? Ködzáró fény. Az. Ködzáró. Ködzáró fény. Valószínűleg, hogy te zárod a sort. Ezzel arra próbálnak célozni, hogy csak az utolsó kell világítson, mert az veri ki az előtted, vagy a te szemedet, ha előtted. Ködzáró.
Közárófén valamelyik nap kint voltam ott a tampáján, ott forgatni ilyen autós műsort, és kis előadást hallgattam arra, hogy mennyi mindent rosszul mondunk a műsorban. Mert amikor felszólítjuk az autósokat arra, hogy kapcsolják le a ködlámpájukat, a hátsó ködlámpájukat, azt meg az szentség. És nem indexelünk, hanem az irányjelzőt használjuk. Mert hogy ez ködzárófény. Miért szentségtől is, könyörgöm? Mi a baj az? Ez is mondta, nem, igaza volt, hogy ő hallgatta, és ugye hát meg vezetéstechnikai elmet oktató, meg tehát ez a szakmája, és ilyen hülyeséget mondtunk, mondom, mondj egyet. És akkor mondja, hogy hát, hogy az nem ködláp, hanem ködzárófény. Mondom, ebben igazad van. Előbb ugrom két ablakon. És egész más mondja, lesz a műsor tőle. A ködlámban egy ködzárófénynek mondja, mi hülye neve van, nem ködzárófény. Jó, hagyjuk a kamuzás meg a terelést, átmentél a vizsgán, végre van jogosítvány. Végre 40 évesen megcsináltam a jogosítványomat, igen, sikerült. Na, egy érdekes dologról beszélgetünk szerintem, mert hogy Cindy Crawford végre vett egy nagy levegőt, és hát feltette magát retusálatlanul, vagyis pontosabban megjelentetett magáról retusálatlan fotókat, és ugye nem egy erotikus lapban tette, mindenesetre érdekes dolog ez az egész retusálni, nem retusálni, mit akarnak látni a férfiak, mennyire idegesíti ez a nőket, és egyáltalán hová vezet, hogy mindenhol szép csajokat látunk címlapokon. Itt nem a Newsis magazinról van szó, hogy ő egyszer vállalt egy aktfotózást, vagy egy erotikus fotózást, hanem valamelyik női magazinra, őt azt mondták, hogy közösen veszik fel a harcot a Photoshop ellen, és feltette Cindy Crawford az ő kis 49 éves hasacskáját egyébként erre a címlapra. Ez egy fürdőruhás kép, nem? Ez egy fürdőruhás kép volt, igen, aztán kiderült erről a fotósorozatról, hogy ez már 2013 tavaszán jelent meg, és egy régebben megjelent fotósorozat része volt. Mindenesetre Cindy azt mondta, hogy ő vállalja, hogy retusálatlanul megmutatja magát. Milyen Cindy hasa ezen a képen? Olyan has, ami szerintem 49 éves. Igen. És azt hiszem két gyereke van neki, ugye? Tehát, hogy egy két gyereket kihordott anyuka hasa 49 évesen, ugye? Igen. Na most nekem az a bajom ezzel, hogy... Hogy nem utogassad a Ronda hasát? Nem. Hogy én Cindyből nem ezt a hasat akarom látni. Érted? Ez a Cindy... Júli, hogy bólogat, nézd, így van. Ugye? Ugye? Mert tudod, hogy a Cindy Crawford hasa milyen? Egyébként van egy álomképed, mert 20 éves kora óta látod. Na jó, ezt az akkor jól megbeszéljük, mert nagyon máshogy gondolom, ez az egész retusálós kérdés, ez tetszik, hogy álmod, nem értünk egyet, azt szeretem. Igen, mert álmot törsz össze a férfiak álmait, akik azt gondolják erről a nőről, mert egyébként eddig bármilyen képet láttál róla, az maga volt a gyönyörűség. És most pedig azt mondják, hogy hát figyelj, eddig tulajdonképpen, bocsi gyerekek, kicsit átvertünk benneteket. Érted? Tehát erről a nőről mindig azt látod, ha bevonul valahova, még ha nem is látod, itt most nem csak a hasá, az arca tökéletes, a gyönyörű smink, a nő, aki mindig top, aki mindig szép, és most azt mondja, figyeljetek, én nem ilyen vagyok. Most ketté kell választani a dolgot, mindjárt fölhívjuk egyébként a Newsis magazin főszerkesztőjét, hogy ő mit gondol a retusálásról, mennyit retusálnak, vajon őszintén, és ki volt az a celeb, aki három napot dolgoztak, annyit kellett retusálni, és magyar volt, nyilván nem fogja elmondani. De egyáltalán retusálás kérdésre megszólaltatjuk. Ketté kell választani a dolgot, szerintem más, ha valaki valahol magáról megjelentet egyet retusálatlanul, meg más az, ha valaki ebben a magazinban, vagy hasonló típusú magazinokban vállal fotózást, és azt retusálják szerintem. Tehát a kettőt nem szabad összehasonlítani, mert az egyik a férfiaknak szól, a másik a többit pedig látják nők is. Én nagyon bírom, hogy ha egy nő ezt így felvállalja. Azt tudod, hogy már Instára is, meg egy csomó programra, Instára pont, már vannak ilyen önretus képek? De hát már rengeteg celeb önsminkel, önretusál, és olyan képeket dob fel a Facebookra, amit lefotózod saját magad, és mielőtt fölraksz magadról egy selfit, azt már egyébként a pillanatok alatt ilyen retus programokkal gyorsan leveszel az arcodból, vékonyítasz egy kicsit, kisminkeled magad, és úgy dobod fel a Facebookra. Nagyon helyes. Szerintem nagyon helyes, mert... Ne legyenek ronda nők és ronda férfiak a Facebookon, erre gondolom? Nem, hanem őróluk van egy kialakult kép. Az egy másik kérdés, amikor ezt átlagember használja, és mondjuk akinek van Facebookja vagy Instagramja, és ott például ő magáról más képet tesz ki. De most érted, nézzük az újságokat. Berecki igen? Föl kell reggel. Igen. Ott van róla egy miért kép. Miért pont a Bereckit kell elmondani? Igen. Nem akar, de ez csak ez jutott eszembe, a Zoli. Zoli föl kell reggel. Akiről van egy képünk, látjuk a televízió műsorokban, látjuk színpadon, ahol egy magával ragadó
nagyívű személyiség, és kis hülye vagy? Megőrült? Miről beszélsz? Normális vagy? Hülye vagy? Nekem ilyeneket mondasz. Magával ragadod nagyívű személyiség. Normális vagy? Kivel vagy? Direkt húztam egy kicsit mondanom. Kisminkelve odáll, érted? Kisminkelve az igazi, a 6 kiló vakolattal. Maga karakterével és beleénekli a világba, hogy én vagyok Rómeó. Érted? Ő az, a Rómeó, igen. Nem tudom igen, ő pont Rómeó, igen. Csak nem mondom a helyet, ahol Rómeó, igen. Ezután föl kell, másnap reggel, kicsit karikás szemekkel, mert elhúzódott az éjszakai előadás után. De most miért nem tudunk egy lányt mondani? Vagy tudatosan mondtál a Berec? Liptai Klaudia. Igen. Liptai Klaudia, akiről minden férfinak van egy képe, a dögös nő, a szókimondó, a jól kinéző, a mindig dekoratív. Majd föl kell reggel, beteg volt a gyerek, panka, egész éjszaka fönn volt, és csinál magáról egy képet, és azt fölteszi. Ezzel nekem nincs bajom. Nézzük az újságokat, mert az, hogy egy magánember mondjuk, aki közszereplő egyébként kicsit retusál a képén, az nem baj. Nekem azzal van a bajom, hogy szerintem a retusált női képekben egyébként pont a nők mennek tönkre. Mert hogy magát is úgy látja, hogy milyen gyönyörű, és közben meg tudja, hogy nem. Nem arra gondolok, hanem akik nézik ezeket a magazinokat. Tehát milyen jó lenne egy olyan világban élni, ahol mondjuk azt látod, hogy van egy amerikai színész, van egy mit tudom én, egy topmodell, és rajta lenne a kép mellett mindig ott lenne, hogy hányas a retus. Aha. Egytől tízig. Ugyanis mi történik a nőkkel? Megveszik ezeket a lapokat, halálra rommá retusált nőket látnak, és darabokra esik az önértékelés, hogy egyébként mondjuk miért nem így néznek ki. Ugye? Mert azt látod, hogy milyen csini csajok vannak, milyen jól néznek ki, mindenki mennyire hibátlan, te milyen kicsit musos vagy narancsbőrös vagy, így nézel ki, úgy nézel ki. Hogy ez egy rohadt nagy kollektív hazugság, és oda rakod, ez a hatos retus, akkor kicsit megnyugszol. De mindenki tudja, hogy hazugság. De nem így működt, igen. De figyelj, amikor az újságokban van, a heti magazinokban szokott lenni ilyen kép, hogy Lencse végre kapták, Uma Thurmant, hogy a smink nélkül elment a boltba, akkor ott látod, hogy milyen, de mégse arra vagy kíváncsi, hanem arra, ahogy a Kill Bill-ben kaszabolta az ellent, és érted, ott jól nézett ki. Tehát szerintem, hogy a legendát, a fölépített szex szimbólumot, azt nem lehet ezzel tönkretenni. Érted? Meg most akkor nézzünk egy címlapfotót, ahol van a retusát. Nem, a címlapfotó az erotikus szép. Magazinban azt szerintem legyen szép, mert ott a férfiak igényét szolgálják ki. De sima, egyszerűen, mit tudom én, nőknek szóló magazinokban tök jó lenne, oda lenne írva, hogy kettes retus, hármas. És tudnák a nők, hogy az, hogy milyen szintű retus volt, és kicsit nem mennének ebbe tönkre. Mert szerintem sok nő azért, tudod, abból teszi össze az önbizalmát, hogy mi van körülötte. Hogy néznek ki a többi nők, milyen nők vannak az újságon, kicsit kéne edzeni, kicsit kéne jobban enni, én így nézek, én nem úgy nézek ki. Mit látsz? Gyönyörűen retusált nők vesznek körül óriás plakátokon, újságban, mindenhol. Kvázi tulajdonképpen te kicsit kezded magad szarul érezni, hogy egyébként neked te egy húsvérnő vagy, akiknek egyébként meg vannak mondjuk testi hibái, vagy már nem úgy nézel ki, vagy mit tudom én, érted? De akkor és hogyha rátnál, és megnyugsz, hogy hatos retus, vennél egy nagy levegőt, kifújnál, és aztán jó van. Na, ő se így néz ki, de tudod, ott egy pici szám, ott egy pici kód mindig, hogy hányas szintű retus van mindig egy adott nő mellett. Jó, de akkor már például a sminkre is kell ezt föl kéne írni, mert a sminkelés is, ugye aki minden reggel veszi a fáradtságot, van rá ideje, hogy megcsinálja az arcát, az sokkal jobban fog kinézni, mint az, aki elmegy otthonról smink nélkül. Akkor azt is írjuk oda, hogy négyes sminkem van ma, azért nézek ilyen jó. Hogyha te például az Instára föltöltesz egy képet saját magadról, igen, vagy a Facebookra, igen, az nem. Hát az a te oldalad, az azt szerintem nincs baj. Tehát azt nem veszik meg, mint tudom, 100 000-re, 50 000-re, vagy nem vagy óriás plakát. De nem az sem mindig, baj. Hogy ez egy kicsit annak a nyomorúsága, aki nem teszi meg azt, amit például a retussal megtesznek. Tehát, hogy nem jár el sportolni, nem tudom, most jöhet az SMS, hogy de két gyerek meg a család mellett nehéz, mindig van megoldás ezekre a dolgokra, hogy nem annak a nyomorúsága egy kicsit, hogy én nem teszek meg semmit magamért, nézd meg, ezt is kiretusálták, a szemetet rohadjon meg. Nincs benne egy ilyen olvasat? Hát én nem hiszem, hogy azért, mert mondjuk nem érzed jól magad, mert mindenhol gyönyörű nők vesznek körbe, és te nőként mondjuk egy kicsit ramatyabbul érzed magad, hogy te már nem úgy nézel ki, attól te még megtehetsz azért sok mindent. Na, de hogy nem tesznek szerintem meg, érted? Tehát, hogy nem teszi meg az átlagember, hogy ő jól nézen ki, és ezért azt mondja, hogy na nézd meg ezt az újságot is, hogy néz ki. Hát én múltkor láttam, nem így néz ki a XY. Nem tudom. Na mi van a Bús Istvánnal? Itt van?
Alszik? Az van, hogy valószínűleg le van neki tiltva az, hogy vonalas számról hívjuk őt, mert mobilról tud vele beszélni a Juli, de vonalasról nem tudom fölhívni. Valószínűleg ezt a szolgáltatást ő letiltott. Tehát van ilyen számtiltás. Mi a megoldás? Mobiltelefonról kell valahogy, nem tudom, majd itt összedugjuk. De miért? Hát már hívját mobil. A fölmobil, és mondja, hívja fel az 555-t, kifizetjük neki. Így van. Hát 200 akkor hát nem mondjuk, ha többet beszélünk, akkor 300. Az 555-55-00-át, és beadom. Ezt fogom csinálni. Ebben a pillanatban ezt fogom csinálni. Most a Juli már intézi, csak mondom, bejövök, elmondom nektek, hogy... Na most tényleg vele fogunk beszélgetni, hogy retusáltatja a hívásait. Igen, nőként egyébként nézed ezeket a román retusált nőket? Óriás plakát, Ászabusz megállóban, City Light, stb. És mind a gyönyörű nők. A nőként az irritál? Hát nem irritál, nem irritál, de én, hogy mondjam, azt mondom, hogy látszik rajta. Na, szóval ennyi. Nem, de ezzel nyugtatod magad. Ennél én racionálisabb ember vagyok, hogy én szerintem látszik rajta. Van, aki tényleg azt mondom, hogy természetes szépség, és látszik, hogy ő olyan. Tudom azért nagyjából, hogy ezek az emberek hogy néznek ki a valójukba. Engem nem nyomaszt, tehát én nem leszek tőle depressziós, nem akarok olyan lenni. Tehát ha van egy jó kinéző fotó, akkor te arra azt mondod, az biztos, hogy retus. De hogy is, egyáltalán pont, hogy nem ezt mondom. Nem. Én elfogadom, hogyha van tényleg azt mondom, hogy szép, de minden ilyen plakát meg újságban szerintem retus van. Tehát még egy gyönyörű nőnél is retus van. Hát nyilván. Én bírtam a Cindit, hogy ezt ő így földobta. Ja, abszolút. Tehát igen. Ez egy nagyon. Egyébként nagyon helyes nő. Nagyon szép nő. De a világunk, amiben hittünk férfi társa. Én azért ajánlom, hogy felnőttem, tehát én azért már láttam ezt. Tényleg? Hát nem, hát azért 50 éves nőről azért van fogalmad, hogy néz ki, nem? Hát, de meg ez nyitottál már, hát te is a férfi öltözőbe, egy kabinba öltöződőre, nem véletlen. Tudom, hogy mindig arra betévedek. Valahogy mindig bemész a női öltözőbe, amikor kimegy a dagályban, kint fürde, szépen súlyfürdőt veszel most a nyakadra. Most asszonyom, segíthetek? Szóval én úgy vagyok, hogy én megnézem és csodálom őket, és gyönyörűek, és azt mondom, hogy oké, rendben van, meg nekik hát kell. Hogy az a baj. Nekik erre szükségük nekem... van, Balázs. Nem, de hogy van szükségük? Nem, mi arra, hogy te egy bikini csajt, modellt látsz, és el akarnak nekem adni egy bikinit, román retusát nőt kell föltenni. Nem ez a baj. Az a baj, hogy ez az ideál, tudod? Tehát az van, hogy 15 évesen, 20 évesen csajok ezekhez a nőkhöz akarnak majd hasonlítani, és közben nem ez a természetes. Tehát minden, amit ez mond, az hazug, nem? Igen, de amikor a Krasznaival beszélgetünk. Én nagyon bírom a plusz size modelleket például. Én imádom. Igen. De ők is szép vannak retusálva, tehát hogy azért... Rájuk plusz hájat tesznek, vagy hogy... Már el tudod képzelni, mikor látok egy olyan nőt, már bocsássál meg, tehát plakáton például, vagy egy magazinba, hogy tényleg plusz size modell, és nulla narancsbőr, nulla... Tehát ő csak önmagában egy molett nő, aki olyan feszes, nem hiszem el, tehát ezt én már nem hiszem el. Majd jó, én is láttam a dagályban, amikor vetkőzünk plusz size modellt, hát azért azt néz meg. Tehát, nekem emberiségnek tűnik egy plusz size modell, mint egy ilyen anorexiás, pálcika lábakon sétáló bikini modell, akit fölraknak, mit tudom én, egy óriás plakátra, és meg Rómával retusálva. De miért? Azért, mert plusz kilók vannak rajta. Igen, mert emberi vállalja. De miért nem biztos, hogy szét van retusálva? De szét van. A plusz size modellek azok nem is nagyon retusálnak. A bőr felületet abban lehet, hogy igazad van, de abban nem vesznek. Nekem természetesebb egy nő, ha fölvállalja magát 4 kiló plusszal, mint hogy egyébként. Érted? Az a szépség, hogy legyen 36 kiló, és minden tínédzser ebbe akar beleőrülni, hogy ő is 36 kiló. Itt a retuson van nekem a hangsúly igazából. Akkor csak egy nagy kérdés, amit most elmondtál, az egy tök érdekes dolog azzal kapcsolatban, amit te védesz álláspontot. Hogy akkor ezt ki csinálja, hogy megpróbálják a leggyönyörűbb nővel eladni a fürdőruhát. Két választásod van, ami közül lehet hát szerintem. Férfi aggyal kell gondolkodni, hogy azért nézel de oda. De egy nőnek nem? Fogod eladni a női fürdőruhát, aki tudja, hogy ő nem úgy néz ki. Aha. Akkor, na, Anna, mondd meg nekem, mire gondolsz, amikor meglátsz egy fürdőruha képet? Hogy te képe? Is hasonlóan szép és kívánatos leszel benne. Tehát nyilván egy ilyen asszociatív dolog, hogy igen, hogyha fölveszed valószínűleg, hogy egy baromi ronda nő ott állna, vagy nem tudom, zámboárpira ráadnák a fürdőről, azért nem akarod megvenni. De sok terméknél van, aki azt az utat járja, hogy átlag nőkkel, most nem akarok ugye már mondani, hogy bizony átlag nőkkel, sőt, ilyen plusz size modelles csajokkal adja el azt, amit el akar adni. Bírom. Illatszerektől elkezdve fehér nemű, hát tudnék mondani márkákat, nem egyet, nem kettőt. De ez tök jó. De mondom, a retus ott is retus, tehát, hogy egy olyan világban élünk, ami gyakorlatilag a tökéletes és egy kicsit ilyen rideg valóságba megy el. Ezért mondta a Krasznai, ugye, múlt héten. Én ezért bírtam a Cindynek a coming out-ját. Igen. Na, igen. Itt van a Nyusz is magazin főszerkesztője, Bús István. Hello István, jó reggelt! Figyelj, nektek nehéz elérni, nem veszel föl magánszámot, vagy vonalasot? Van, telefonommal lehet, és vonalason tudunk dumálni, úgy tűnik. Ja, mert hetek óta nem, de percek óta üldözünk.
Na! Három napja vagyok főzetkesztő, sőt az első. Gratulálunk, értjük, értjük. Mi van? Eltetted a pantlit? Eltetted a pantlit lábalól, vagy mit történt? Ki írta? Hát, új kívásokat keresett, tudod, hogy van ez, és aztán egyszer csak... Már nem volt ember, akivel smúzolt volna. Körbenézte, már jó legyen a bús akkor. Itt van már egy ki főszerkesztő helyettes, már egy ideje, és akkor legyen a bús. Láttad a Cindy képeket? Láttam, igen. Na, és te, mint a News és magazin főszerkesztője, mit szólsz az ilyen képekhez? Elrettemve látod, hogy atya Isten, hát miért nem retusáltam ki, azt mondta, hogy az bátor, de jó lenne ilyet még nekünk is megmutatni. Hát, én láttam Cindy Crawfordot élőben is, tehát én kétszer találkoztam vele, és csináltam egy interjút, tudod, mikor így a szupermodellek elérnek egy bizonyos életkort, akkor mindenki kidob egy parfümöt a piacra, vagy többet is, és akkor volt szerencsém elmenni Hamburgba. És ott beszélgettünk, és megnéztetem közelről a hasát. Megnéztetem közelről a hasát, fölhúzta a pulóverét, vagy egy ilyen hasi-tasi póló volt rajta, a hacsi-pacsi póló, ami láttad a hasát, vagy hogy megnézted közel. Így gyönyörű volt, olyan volt, mint egy királynő. És olyan személyisége is, hogy olyan tartás van, mert én viszonylag kevésszer tapasztaltam meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ő bármit megtehet, amit csak akar. És tényleg láttad a hasát? Hát a hasát nem láttam, de hát az arc az tökéletes volt, és így mellé ültettek a fotózáshoz. És mondta fotós, hogy István, ne hajolj már félre, hajolj hozzá közelebb, mert hát de nem mentél. A félős főszerkesztő, aki elmenekült Cindy Crawfordtól. Akkor még egy női magazinnál dolgoztam, a legnagyobb női magazinnál. Aha. Na, ugye ez a retusál, ez egy érdekes dolog. Én értem nyilván, hogy nektek miért kell. Tehát ti egy álmot adtok el, meg a hasonló magazinok, tehát nem is mondom direkt a magazin nevét, nyilván nem erről van szó, de hogy itt nem akarnak a férfiak, gondolom én, nem retusált nőket nézni. Egyszer nem akartok tenni egy kísérletet, hogy mondjuk beraktok egy olyan címlapra, aki még egyáltalán nincs is fölvállalja, és mondjuk hazai celeb? Szerintem erre az olvasók nem kíváncsiak. Tehát tényleg? Azt gondolom, hogy persze most mindenki azt mondja, hogy kíváncsiak rá, és ezt megtennénk, akkor kitörni egy kisebb forradalom. Egyrésztől. Másrésztől azért hallgattam az adást, és hallod, hogy mekkora darásfészekbe nyújtunk bele ezzel a témával, nyújtatok bele. Na máshogy látjuk csak. A szenvedély. És hogy alapvetően azért az a retus kicsit túl van tolva, túl van hype-olva szerintem. Sokszor volt már fotózás, és azt láttam én, hogy nagyon fontos az, hogy a fotós hogyan fotóz, milyen szögből, milyen beállításban, milyen pózban. Fontos, hogy mit csinál a stylist, fontos a fodrász, halál komolyan. Fontos a világítás, hogy hogyan van bevilágítva egy nő. És a végén, hogyha az alapanyag ez jó sikerül, akkor még meg lehet küldeni Photoshoppal, de alapvetően nagy csodát nem lehet beletenni, tehát hogy nem lehet mínuszba pluszba fordítani az egészet. Tehát alapvetően a Photoshop... Hát azért ne haragudj, hogy belépültem a szót, de hogyha megnézed Cindy két képét, most ezt a ráncos hasasat, meg egy olyat, amiben azt kifotoshoppolták, hát azért ott ég és föld a különbség. Nem mondd, hogy nem lehet csodát tenni. Azt jelsz, amit akarsz a Photoshoppal szinte, nem? Hát gyakorlatilag kicsit testrészeket kicserélhetsz, bőrt kihúzhatsz, eltüntethetsz ráncot, bármi. Igen, nem tudom, láttatok azt a blogot, ahol Photoshop katasztrófák vannak, és... Igen. Tűnt, gondolom, másnapos volt a retusőr, vagy amikor David Beckhamnek három keze van, tehát egyszerűen ez egy veszélyes fegyver, ami visszafelé is el tud sülni. Ha egyszerűen túl van tolva a Photoshop, meg a retus, akkor az egész bőrnek elveszik a túlmúlása, olyan lesz az alany, mint egy műanyag próbababa. Nagyon óvatosan kell hozzányúlni a dologhoz. Ha egyébként valaki eljön és ti lefotózzátok, és azt mondja, hogy ő neki ezt szereti a testrészedét, tudjátok, hogy nem újság kompatibilis, akkor van belőle egy, hogy engedd már meg az orrodat, hogy levegyük, mert ilyen akkora orrod, cserpák orrod van, hogy tehát hidd el, hogy ez neked nem áll jól. Cserpák orrod van, hát ez béna. Igen, szörnyű a combozatból leveszünk, ezt így felvárjuk, azt mondja, tehát ti megmondjátok neki, hogy figyelj, hidd el, hogy ez nem előnyös, és hidd el, hogy ha engedd meg, hogy kicsit levegyünk belőle. Finom kesztyűskézzel játszunk a női lélek húrján ilyenkor, ez egy nagyon, nagyon érzékeny dolog ezt megbeszélni. De azt kell, hogy mondjam, hogy a nőkben ilyenkor a belátás, illetve az együttműködés nagyon felerősödik. Neki is fontos, hogy jó sikerül az egész, és hallgatnak a tanácsokra. Egyrészt, másrészt ők is látják. Tehát ez olyan, mint amikor ha tükörben nézel, nem látod magad olyan jó. Ha egy képen nézed magadat, akkor már mindjárt más a helyzet, akkor valahogy van egy adott egy távolság, és valahogy az ember jobban el tud vonatkoztatni attól, hogy saját maga, és jobban kihozza esetleg azokat a dolgokat, amit javítani kell, úgyhogy ez egy ilyen közös munka szokott lenni. De nem érdemes túlton, és még egyszer volt olyan hölgy, akinek megláttam a fotóit korábban, és kérdeztem, hogy ma ezen már retusáltak, és mondták, hogy nem. Mm-hmm. Mi volt a legnagyobb fotósvindli az életedben, amit láttál? Nem kell nevet mondani, csak a végén. Fotósvindli? Aha, amire azt mondod, hogy nagyon csúnyán eltüntettek valamit, nagyon csúnyán oda tettek valamit. Hát
Hát egy férfi magazin, ami nem a mi magazinunk volt, az amikor a nőnek eltűnt a köldöke. Tehát, hogy azt nem is értem, hogy lehetett az, hogy nem vett észre senki, és úgy nyomdába ment az egész. Kiment úgy, hogy eltüntették a köldökét? Ez olyan hasretust kaput, hogy nem tették vissza a köldökét? Igen. Egy külföldi másik férfi magazinban. És én nem is értettük, hogy mi történt, szerintem lehet, hogy valami karnevál volt, egy buli, és mindenkinek fájt a feje aznap, de hát azon teljesen megdöbbent, hogy hogy lehet. Hát lassan egyébként nektek a magyar celebek elfogynak, nem? Tehát, hogy ez kicsit a merítés, aki azért úgy piacképes, hát, nem? Hát ugye most ugye, már 15 éve itt van. Forogtok körbe, de hogy igazából olyan nagyon sok új arcot már nem látni, mármint címlapon. Szerintem most azért elképzelt, hogy holórakad egy-két új arc is. Na. Erről többet nem mondhatok természetesen. Hiszen még zajlanak a tárgyalások. És ott feltétel, tehát hogy retus legyen? Tehát ha valaki úgy jön oda, hogy ő azt mondja, hogy nem, köszöni semmiképpen, akkor az a deal, hogy már pedig, de azért, ha van valami abban, mi belenyúlunk? Hát figyeljetek ide, a lényeg úgyis az, hogy jó legyen a sorozat. A végeredmény. Olyan legyen, mint a maga csoda. És akkor ahhoz be kell vetni minden olyan praktikát, amit hát ugye nálunk a fotósok is, meg mindenki ugye elég jó vág. Aha, tehát hogy mindenképpen belenyúltok. De egyébként az, hogy Cindy megmutatta ezt a fajta dolgot magával, ezt a rátosokat, ez semmi gond nincsen tényleg. Tehát én azt gondolom, hogy igazából úgyis például egy fotózásra is például nagyon sokat számít, ugye, ahogy mondtam, a fotós is, meg hogy van beállítva, meg bevilágítva, de leginkább az a fajta nő az izgalmas, a fotós az ott, amikor nekünk a szemébe van valami. Tehát, hogy legyen valami a személyiségöbb is. Hát azért, amikor azt a magazin nézegetjük. Az kevésbé a szemét nézegetjük, igen. Van olyan, aki bejelentkezik nálatok, és mindig elkülditek, hogy kösz, még mindig nem? Hát ilyen nincs. Nincsen? Hogy azt mondja, hogy tegyetek már, és azt mondta, hogy gyerekek, köszönjük szépen, de nem, belőled nem kérünk. Tehát ilyen magyar közszereplő nincs. Egy nőben is van általában egy méltóság, hogy nem teszi ki magát ilyesminek, de nincs, ennyire kellemetlen dolgokkal nem találkoztunk még. Aha, tehát nem volt olyan magyar közszereplő. Sokkal normálisabbak a nők, sokan gondolják. Tehát, hogy, és tényleg annyit tudok mondani, például, hogyha valaki erre szállni magát, akkor például magán is dolgozzon. Tehát például a ráncok el lehet tenni azzal, hogy az ember mondjuk nem iszik sok alkoholt, kevés szénhidrátot eszik, egy kicsit elkezd edzeni. Attól, hogy a szeme csillogjon, meg legyen benne olyan fény, attól nem már minden nap olvasni 30 oldalt. Te ilyen szemfetisiszta vagy, és rájöttem, hogy a szeme nagyon fontos neked. Azt, hogy nő, hogy néz ki, az csak az egyik dimenzió, igazából azért sokkal több más. Nyilván, hát sok-sok összetevője van. Igen. Na jól van, oké, köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát nektek, ciao. Köszönöm szépen. Köszi István, hello, ciao, köszönjük szépen. Na, itt az SMS-ekre reagálva, hogy nem az átlagemberről beszélgetünk most. Jó? Csak mondom, mert itt a... És mire mondod? Hát megsértődött, hogy nők tömkelegei írnak, akkor a korral kapcsolatosan, meg a sminkkel kapcsolatosan, hogy egyébként lehet tenni azért, hogy néz ki, de itt nem arról van szó, hogy most a te feleséged milyen, vagy te magad. Ja, nem. Vagy, hanem nem arra, hogy nem aki újságba szó. Kerül. Persze, hogy ne azokról beszélgettünk. 9:30 volt pontosan 4 perccel, 3-asugrásra lehet jelentkezni, ha valaki játszana, akkor írja nekünk SMS-t. Mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Autó csúszott az árokba Csobánka és Pilisvörösvár között. Ködös csúszós az út, ezt Maja küldte nekünk. Valamint Sopronban mérnek a Vabinál, két kamerával, a régivel és az újjal, bár nem tudom, mit látnak a tejföl ködben. Kaptuk ezt is SMS-ben. Trafi van a 84-es főúton, a Sárvárt elkerülő szakaszon, ez Zoli írta nekünk, valamint most kezdődik a lézer show az M31-esen, az M3-as felé, az 5-ös kavicsnál, ezt Brigi küldte nekünk. Köszönjük szépen! Nézem, hogy van-e még közlekedés. Igen, itt van, ezt kerestem. Balaton felé a 95-ös kilométernél a benzinkúton rendőrök mérnek, most élesítenek. Ez pedig szintén SMS. Ez M7 vagy 7-es? Azt hiszem a 7-es, igen. Uh-huh. Én olvasom, de közben nem hallom, hogy mit olvasom. Igen, mert mondtad, hogy merre, és hogy hanyas kilométernél, ja. De hogy melyik úton. Szója hiányzik valami, nézzük, hogy teljesen automatikus. Ilyen pilóta, robotpilóta üzemmódon olvasom, de közben nem értelmezem. Csak bejelölöm kékre, aztán, hogy ami jön, azt így beolvasom. De simán be tudom mondani, hogy M7-esen Szeged felé, tehát ez így minden további nélkül mondom, mert nem. Akkor robotpilóta üzemmódban vagyok, és nem nagyon figyelek. Azt mondja, hogy
Igen, hát itt a hallgatók hozzászólnak egyébként, hogy 25 éves fiatal nő vagyok, annyi photoshopolt szexi nő van a plakátokon a városban, hogy mikor hazaérek és este intimitásra kerülne a sor a párommal, belenézek a tükörbe, és elmegy a kedvem önmagamtól. Jó, ne. Na, ez baj. Tökéletesen retusált nők százait látom, látja a párom naponta, nehéz így megfelelni. De ő téged szerető, nem a retusált nőket szereti, ő veled él együtt, és neked meg tudnod kéne akkor, hogy az egy retusált kép az a csaj. Nem lehet mindenki olyan nyilvánvaló, meg nem lehet mindenki, meg az ágyban nem lehet retusálni, amikor ott fekszik melletted a partnered, de ő nem a Cindyvel él együtt, hanem veled. Téged hát jó, szeret. Igen, csak azért, igen. De ez ennyire... Tehát ez tényleg... ha 66 jó nőt látsz úton hazafelé, és utána ott van a párod, nem? Hát azért egy idő után lehet, hogy hatással. Barát kérdés nyilván, hogy milyen kapcsolatban vagytok, persze. Esküvői fotós vagyok, hétről hétre amatőr modellekkel, párokkal dolgozunk, elvárás a képek magas szintű retusálással, mindenki szebbnek szeretné látni magát, mint a valóságban. Ezt Attila küldte nekünk. Ha én egyszer férhez megyek, vagy hogy mit csinálok, én feleségül veszem a Juditot, akkor én már mondtam neki, hogy ne legyen az, hogy olyan hajad van, amit soha az életben nem hordtál, ugye? Az szokott lenni a képeken, az esküvői képen egy ilyen nagy tupíros, nagy izé, ami egyébként soha, tehát te úgy nem látod a feleséged, mint ott. Nekem az olyan idegen az egész példa. Mi mondtam, hogy ha mi összeházasodunk, akkor olyan fotós lesz, aki megcsinálja azt, hogy ahogy megy. Könnyű olyanokról beszélni, ami soha nem történik meg. Tehát, hogy ha majd egyszer összeházasodunk. Ha majd egyszer a helikopterrel fognak rózsaszirmokat szórni percig. Tudod, hogy ez nem történik meg soha a büdös életben. Tehát, de azért az esélyét hagyjuk meg neki, hogy majd egyszer. Igen, könnyűen ígéreteket tenni, ami soha a büdös életben nem fog megtörténni. Igen, akkor mi lesz, milyen fotós lesz? Hogy azt fogom kérni, hogy odaállunk így, ahogy vagyunk, és csinálunk egy fotót. És kész. Hogy ne legyen az, hogy kiretusált, hogy olyan hajad van, olyan sminked, ami sose volt. Tehát én láttam ma olyan esküvői képet, amiről nem ismertem meg a mennyasszonyt. Hát mondom, hogy kit vettél feleségül? Te ronda vagy, mondtad neki. Hát jó, mondtam azt élőben. Így, de azt már csak később. Megviselt ez a házasság, igen. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket, játszunk, itt van a játékosunk, és hármasugrást játszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Halló, Kati! Sziasztok! Halló, milyen izgatott vagy! Nagyon! A játék miatt, vagy történik más is? Ne, a játék miatt. A játék miatt, ez jó. Honnan hívtál minket? Magyarodról, mit csináltok ott? Hát, mi egy szúnyoghálós üzembe dolgozunk. Mifel a izgalom? Milyen üzembe? Szúnyoghálós. Szúnyoghálós üzem, tehát szúnyoghálókat gyártotok? Szúnyoghálókat gyártunk, igen. Az menő. Ti csak az alapanyagot, vagy a készre szerelt termékkel lepítek hát meg? Hát alapanyagot is, és készre szerelt terméket is. Azt is ti csináltok, amit csak így föl kell ragasztani. Az zseniális. Nem ragasztottat, mi nem ragasztottat csinálunk. Méret, megmondod mekkora az ablak, és akkor csak így föl. Így van. És már fönn is van, nem kell keretet csinálni. Nem kell mestert hívni. De van keretet is, van ebben többfajta, de ebben nem menjünk bele, jó? Jó, nem, hülye vagyok. Végre tanulhattunk volna szúnyoghálóból, és te meg lepattintasz. És ma megy nyugdíjba egy kollégátok, azt olvasom? Igen, ma megy nyugdíjba egy kollégátok. Mihálynak hívják, és ma van az utolsó nap, és szeretnénk neki örömet szerezni. És már vártátok, hogy elmenjem? Vártátok már, hogy elmenjem, vagy Mihály jó arc is, sajnáljátok? Hát ez változó, szerintem van, aki igen, van, aki nem. De mi nem vártunk. Őszinte vagy. Hogy hívják, Gyula? Mihály jó arc? Igen, igen. Uh-huh. Na és ki segítenek neked, mert azt hallom, hogy nem vagy hát, egyedül. Hát vagyunk többen, úgyhogy a kollégáim segítenek, de hát... És ha nyertek, látjuk. Akkor Mihályé lesz az ajándékcsomag? Van, tehát ő kapja nyugdíjra. Igen. De rendesek vagytok, tehát nyertek Mihálynak, akinek ma van az utolsó napja. Lesz valami búcsúbuli, vagy volt már torta, valaki elmondott valami beszédet? Hát még nem volt, úgyhogy ez az első meglepetés neki, amit szerzünk. Aha. Hát ha olyanok a kérdések, kérdés. Hát így van, hogyha összejön, de hát reménykedem, hogy összejön. Ott vannak többen körülötted? Igen. Na jó van, így szól az első kérdés. Mehetünk? Igen, mehetünk. Azt mondja, hogy melyik kontinensen található Burkina Faso? Ott? Afrika. Mondják itt a kollégáim, hogy Afrika. Mondhatod máshogy is, ha jobban tetszik. Be Afrika, az Afrika, így van, jó, abszolút. Mihály nagyon boldog? Igen. Vagy Mihály nem is nagyon tud róla, nem? Vagy tud róla? Nem, már itt van, ő is hallgatja. Ja, már Misi is ott van, már hallgat minket. Igen. Aha. Menjünk tovább? Menjünk. Azt mondja, hogy így szól a második kérdés.
melyik közlekedési eszköz kifejlesztésében játszott a kult szerepet a Wright testvérek? Repülő, azt mondják itt a kollégáim. Ez Mihály volt, fogadjunk. Mi sűvölted? Mihály volt, te repülő akkor, igen. Ezt ilyen önkívületi állapotban játszod ezt a játékot, Kati, te semmire nem fogsz emlékezni, teljesen pszichotikus állapotban vagy egyébként. Mihály, igen, repülő, igen, próbálj valamit te is megfejteni, vagy te nem is bízol magadban? Mondják a többiek. Most én nem tudom gondolkodni, csak én vagyok a szóvívő. A többiek okosok, te beszélsz, értem, jó? Igen. Oké, na mi legyen a harmadik kérdésem? Mi legyen a harmadikkal? Menjünk! Ajja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 j
Nagyon. Nagyon szereted Mihályt? Hát igen, végül is. Hát most igen? Mit mondjak? Há, az igazad? Hát igen. Összefutottatok egyszer a szúnyoghálló raktárban. Volt ilyen, igen. Mihály bement utánad a szúnyoghálló raktárba? Volt ilyen? Nem. De bárcsak ment volna? Nem. Mihály nem az a típus. Röhögnek Mihály... rajtammal. Tessék? Röhögnek itt a kollégák. Igen, mert olyat már hallottunk, hogy valaki magának ennyire akar nyerni, de hogy Mihálynak valaki másnak ennyire nyerjen egy ajándékcsomagot, itt több is volt. Több is volt. Mihály helyes pasi? Nem igaz, ez kollektíva. Persze, kollektíva. Mi? Helyes pasi a Misi egyébként? Helyes? De hát idős már, hát most hova gondolsz, Balázs? Mennyi idős? 62 múlt. Na, meglepődné még, azért nekilökne ott egy ilyen hűtőpult, nem? Na, menjünk harmadik kérdésre? Menjünk. Így szól a harmadik kérdés. Melyik században készült Leonardo da Vinci híres festménye? Azt nem mondom meg, melyik nehezítik. Mona Lisa. Na, vigyázzatok, mert az elmúlt hetekben nagyon sokan véreztek el ezen a melyik mennyi században. Mennyi? Mi mennyi? Mely a Mona Lisa? Az. Tőlem kérdezed? Leonardo. Na, Len. Ki? Hogy? Na, mi a kérdés még egyszer? Én nem tudsz valakit adni? Melyik században készült Leonardo da Vinci híres festménye a Mona Lisa? Várja, 1014. Kérem? 14. század. Ezt kérdezed, vagy mondod? Mondom. Hozzám beszélsz? Nem? Igen? Mi is írsz? 14. század. 14. század? Biztos? Nem. Évszám, mondjatok, hogy 1000 mennyi? 1004, 1005, 1006, 1007? 16. 16. Na most akkor várj, melyik? Akkor legalább nőm azt mondja, hogy 16. Ajjaj, igen, biztos? Biztos. Nem. Na, azért van. 1503-ban, nem? Akkor az a 16. Nem. 1400. 1503. Sajnálom, kész, nem vagy, de nyerj. Jó, 15. ugye? 16. 15. Hol az a 15? Most már a 16. Ki mondja a 15-öt? A Misi mondja. Misi. Aha, és ki mondott 14-et? Hányan emelik a kezüket? Egyen. És ki mondott 16-ot? A kolléganőm. Itt hárman mondtatok háromfélét. Így van. De lejárt az időközben. Mondjál valamit. És az a baj, hogy ki mondtátok, hogy 1503. Ott volt jó megoldás, ugye? Is. Tehát csak az... nem volt végleges jó megoldás. Igen. És ebből kellett volna az 1503-ból kiszámolni a századot. Igen. Ami viszont... Az nem 14 és nem 15. Igen. 16. század. Na, bumozzatok egyet. Jó, bumozzunk egyet. Elkeseredtél. Nagyon. De még mit, ha még nem biztos. Oké. Okay. Legyen egy ilyen nagy kollektív bum, jó? Álljátok körül a telefon. Legyen egy kollektív bum. Ekkora káosz. Jaj, de segítsenek. Mennek az ajándékcsomagok, figyeljetek. Tiki-taki, igen. Egyszerre. Na várj, nem. Várjatok, megállítottuk, nem. Hát szedjétek össze magatokat. Egy nagy kollektív bunkál. Jó, mehet, figyeljetek. Mehet. Számolj. 1, 2, 3. A végre sikerült. Betyárját neki. Ezt az indítóra. Micsoda találat, micsoda lövés. Ezt a füstöt évek óta nem láttunk. Fújj el a füstöt felé, nem látom a monitort. Nézem Annát. Sikerült, ugye? Hát gyerekek, várjatok. Kutyafáját, hát
Milyen váratlanul. Sikerült, eltaláltátok. Köszönjük szépen. Nekünk nem kell semmit köszönni. Csak mi csak egy szoftvert kezelünk. Megvan az ajándékcsomag, sikerült. Nagyon szépen köszönjük. Jó kis búcsú ajándék lesz. Így van, nagyon szépen köszönjük nektek. Küldjük nektek, jó? Oké, rendben van. Szép nyugdíjas éveket kívánunk. Jó, Mihálynak. Köszönjük szépen. Ciao, szevasztok. Hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Csodás csapat volt. Erősek voltak. Imádtam. Erős volt, igen. 6 perc múlva nem, viszont 4 perc múlva. Igen, 9 óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlva 10 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, a hét utolsó napja, és ketten vagyunk, Jánosunk még mindig beteg egy kicsit, úgyhogy hát ő lehet, hogy csak kedden, már lehet, hogy már hétfőn lesz, mert antibiotikumot szed a kis testével, nyomja bele az antibiotikumot, de úgy néz ki, hogy hétfőn megy még kontrollra. De fertőz, már nem fertőz, úgyhogy lehet, hogy... Mondd meg neki, hogy jöjjön. Hogy jöjjön? Persze, hát most még maximum. Ne félje, nem fog már minket megfertőzni. A Hevestél a benzinkút előtt mérik a szolnok felé haladókat, Dóra és Viktor küldte nekünk. Azt mondja, Ságváron a szokásos helyen van egy trafi, a Siófok felé tartókat mérik. Ezt is SMS-ben kaptuk. Püspök Ladány belterületén mérik a rendőrök, vagy a rend most már éber őrei, a B Újfalú felé haladókat. Sajna, én is belefutottam egy picit, szép napot. Az M31-esen a 6-os kilométer könnél a rendéber őrei trafiznak Nyíregyháza felé. Ez Krisztián küldte nekünk, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy Győr Szemerén a 83-ason szintén van egy trafi. Ez pedig igen. HBMK küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mi van az időjárás függőségeddel, mert azt vesszük észre Jánossal, mondhatom az ő nevében is, de a hallgatókkal is, hogy picit elengedted a témát. Tehát te, aki jelentéseken lovagoltál, aki tudtad előre, hogy hány fok lesz hétvégén, süt-e majd a nap, kiábrándultál, vagy mi van? Vagy tudsz most már valami abszolút tutit, csak nekünk ezt ugyanúgy nem árulod el, mint a koktélodat, amivel egészséges maradtál. Hogy figyelem az időjárás? Igen. Mi régen figyeltem? Mindig az. Tényleg? Mi? Esküszöm. Ott a Zsül. Hűlök. Állandóan az időjárásról beszéltem? Nem. Hogy néztem, hogy milyen idő lesz. Nem, amikor az volt, hogy megkérdeztük mit egymást, hogy gyerekek hétvége, alkalmas-e valamire is, ami szabadtéri, akkor te rögtön mondtad, hogy megnéztem itt és itt, plusz lejöttem róla. Na, elengedtem. De mi teljesen. A csalódás van benne, vagy valami egész? Most másra álltam rá. Lottószámokat tanulmányozom. Ne. Valószínűségszámításra fél lottószámokat tanulmányozom. Nem, már. De a te, aki... Na, akkor csak várj. Tegnap újra töltöttem a büdös életbe. Nagyon ritkán töltök, csak egy szembe jön velem. Tegnap mondtam a Belinek, hogy egy hete otthon van, és beteg, így menjünk el az ő kis kedvenc játékboltjába, és kinézhet magának valamit. Hát és nem tök jó, hogy 300 forintos kis gumibábukat néz ki magának. Ki volt írva a boltra, hogy végkiárusítás. Mondom, akkor most 500-asat is nézhetsz. Hát egy kicsit mogorva szülő, aki nem nagyon örült, mikor meglátott, vagy így nem tudom, mondom, ráteszek még egy lapát, beléptem volt, és láttam azt az undort az arcán, tudod, hogy meglátott. Hogy, ez is itt van. Na, itt vásárolj. Mondom, Benni, jól néz körül, mondom, itt minden a tiéd. Nyomtam egy ilyet, de tudod, csak így humanizáltál, figyelj, azt a döbbenetet. Tudod, egy gyerek így egy pillanatra fölnézett, hogy hűlök, semmi, válaszál ki egy dolgot, tehát ugye 600 forintos egy kis Angry Birds madarat, amit zenél, tehát a gyerek nagyon jó érzéke vállalt. Ja, a nő az olyan undorral nézett rám, hogy az nem, el se tudom mondani, tudod, így benyögtem így csípőben, láttam, hogy nem szeret, de szeretem, hogy senkinek nem örülsz. Tehát, hogy alapján senkinek nem örült, ő is ott vevő volt. Na mindig, és ebben a kis játékboltban ki voltak téve hívogató jelleggel, ugye mindenféle ilyen szelvények, amiket ki lehet tölteni, és gondoltam, hogy menj, válasz valami gyermek, addig apád megüti a... Milyen értelemben? Én csak egy értelemben. Szörnyű helyekkel jár a kezével. Szörnyű dolgokat csinál. Töltötte már ki lottószelvény. Nem vele töltöttem, ő elment nézelődni, és azt mondtam, hogy menjél, addig apád most itt tönkreteszi, betérdelteti a szerencsejáték RT-t. apád most itt betérdeltet mindenkit. Nem, átnéztem az elmúlt 10 hétnek a számait, és most... Az igazi beteg, amikor megpróbál koncepciót fölállítani arról, hogy működik a lottózás. Rájöttem, hogy a teljesen lehetetlen számsorok hasítanak. Tehát ez a 21, 22, 24, 31, 32.
A nő az konkrétan nem akart elhinni, hogy ezt tényleg én töltöttem el. 1, 2, 3. Mondtam, hogy csak a hülye számsorok nyernek, illetve van most, amit már ugye behoztak, és ami már egész Európában játszák, hát ott ilyen horror nyeremények vannak, tehát ilyen írtatlan. Milyen, 1 millió euró mondjuk? Hát igen, a fődíj az valami, nem tudom, 4-5-6 millió euró, tehát ilyen fel se tudod fogni. Úgyhogy ott is töltöttem, hogy az a rendszer, hogy ki kell találnod 50-ből 5-öt, és utána 10-ből még 2-t. Csak akkor nyersz, ha 10-ből még 2-t? Nem, ha megvan 50-ből 5, de 10-ből 1, akkor mit tudom, akkor is nyersz valamennyi, de nem viheted el a főnyeremény. Úgyhogy a gyerek 10 percig válogatott, én pedig a stratégiám alapján most ezt elkiálltam kitölteni, és azon gondolkodtam hazafelé, hogy egyébként hogy a fenébe tudnám titokba tartani. Ha nyersz. Hogy a fenébe tartom? Hogy mi az útja annak, hogyha valaki ezt megnézi? Mert mindenki eljátszott már a gondolattal. Szerintem nálad nem gyanús, még egy helikopter leszálló pálya. De nincs. Tehát sem medencém, se helikopter. Nekem ez a szerepem benne a műsorod, de sem medencém, se helikopter leszálló, se ősfás park a ház körül, tehát semmilyen. Tehát a 126. ugyanolyan ház ott, ahol lakom, nem veszed észre. Semmi. Tehát nem is hiszek nagyon ezekben a dolgokban. De elmondod egy embernek, az nem tudja titokban tartani. Megjelensz egy autóval, rákérdeznek, veszel magadnak valamit, tehát előbb-utóbb elterjed. Vagy ott ülsz 2 milliárd forinton, hülyére izgulod magad, és senkinek egy szót se szólsz, vagy elkezdesz adni. De ha valakinek adsz, azt már tovább mondta, hogy te nyertél. És akkor innentől kezdve viszont érkeznek a többiek. Én pontosabban nem is attól félek, hogy érkeznek a többiek, hanem akkor majd rossz emberek is szemet vetnek rád, és akkor mit tudom, mint csúnya dolgok történnek veled. De hogy érzed, hogy közel vagy most a 2 milliárdhoz? Nem tudom, hogy mennyi a nyeremény. Tehát, hogy az az 5 szám, amit most beixeltél, az a tuti? Ilyenkor mindig úgy érzed, megtörténik a húzás. A múltkor pár hónappal ezelőtt szintén bementünk a Bennyvel valahogy, és ott megint rám nézett, és én ezeket ilyen isteni jelnek veszem. Tehát én magamtól nem megyek be, mint a Jani, aki minden héten ott van. Így belépek valahogy, és ott látom nagybetűkkel, mondom, na most kis csáva, most meg vagy. Ez egy felhívás az élettől, hülye vagy, ha emellett elmész. És mit akartam mondani? Mit kérdeztél? Te kezdted, nem mondani fogalmat, hogy amikor 2 milliárdnál vagy, akkor mi a hívószó? Tehát csak milliárdra mész? Ja, hogy mekkora összegre megyek. Ha 180 millió, az nem kell. Nem, ez érzés, hogy amikor jön veled szembe, hogy most töltened kell. Aha. Tehát most úgy történik, nem tudom mennyi a nyeremény, de most látom, csúcs nyeremény van. De az elmúlt 10 évben megnéztem a számokat, és most van fix. Kitaláltam egy fix kombinációt. Tudod, hogy mi következik, sose fogod tudni abba hagyni. Mert a fix számokkal... Nem, végén már töltöttem 3 hónapja, és akkor semmi nem volt. Na, tudom, mit akartam, hogy a legmegdöbbentőbb az, hogy még a sorsolat előtt azt érzed, hogy jól töltöttél. Múltkor kitöltöttem 5 szelvényt, ott volt ugye 25 darab szám. És a 90 számból a 21 találatom sem volt. Az milyen, hogy 25 szám nem talál. És igazából előtte mindig nagyon sikeresnek érzed magad, és utólag jössz rá, hogy azért ez nem könnyű. Nem könnyű, mert ugye sima 5-ös töltöttem, és ott, mit tudom, volt ugye 5 szelvényem, 25 szám, megkaptam a kis sorsást, és 25 számból 0. 0 találat. Nagyon nemhogy is vagy, jó. Egyszer elvidd az 5-öt, 0 találat. És akkor ott realizáltam, hogy azért ez nem biztos, hogy olyan könnyű lesz. Hol tartasz a függőségben? Nézed, de már a lottósorsolás. Nem, most sem tudom, mikor van. Szombaton délután. Ne, dehogy is, nem. Ha szerdán délután, amikor a kocsimba az ülés alatt megtalálom a szelvényeket, akkor rájövök, hogy úristen, meg kellene néznem, hogy töltöttem, és akkor gyorsan megnézem. Tehát nálam ez nem tudatos. Hány olyan szelvény? Állítok az eurósat, azt ma húzzák. Azt azért tudom. Azt nem tudom hánykor, de azt most elrakom. Hány olyan szelvény van az életedben szerinted, amit nem ellenőriztél le? Már mindig megnézem valahogy. Hát összesen töltöttem 5-öt. Ja. Hát nem vagyok függő. Abból nehéz. Aha, tehát abból nem vagyok egy olyan, hogy hétfő 10 órak már itt toporok, hogy hadd menjen tölteni, mert már meg volt a húzás szombaton. Tehát én nem vagyok függő. Nem csak vittem a gyereket haza, és azon gondolkozom, oké, tessék, megnyered. Van 3 milliárd forint a bankszámládon. Tessék. Mi az első, amit megveszel? Mennyit veszel? Mikor feded fel a rokonok előtt? Felfeded-e a rokonok előtt? Elmondod-e az anyádnak, aki valószínűleg elkotyogja a zöldségesnek? Most nem az én anyámra gondolok. Hanem ne titoktartás idatok vele, és kivágatom a nyelvét, tehát innen anya, szörnyű hírem, van egy jó és egy rossz, a jó, hogy megnyert, a rossz, hogy ki kell vágnom a nyelvet. Nem beszélhetsz. Hogy mondod el, hogy kötöd a szüleidnek a lelkére, hogy senkinek nem mondják el, mert ugye nem akarod, hogy kiderüljön. Hát onnantól kezdve, hogy te bárkinek mi az útja embernek annak, hogy van 3 milliárd forintod, mikor borul meg az életed, megborul-e? Megőrülsz és veszel 3 hajót az Adriára, vagy próbálsz ugyanolyan életet élni, de közben ott van, hogy 3 milliárd. Csinálj vele valamit, kezdj el költekezni. Hagyd ott a munkahelyed, utaz.
Szerintem, ha egy embernek szólsz, akkor a sátán odaül a balváladra, és azt mondja, hogy kezdj el élni. Csinálj valamit. Van 3 milliárd forint. A kis angyalka a másik oldalon, ne légy. Ne, maradj ugyanolyan. Tartsd meg a munkát. Feltűnő, ha ott hagyod. Ne mondd el senkinek. Éld a hagyományos életet, finoman kezdj el belőle. De nem élheted be, 3 milliárd forintod van. Hát hogy élhetnéd a hagyományos életedet? Hát ez mindenkinek a temperamentumától függ. Ugye? Szóval, hogy ezen egyszer már mindenki lefuttatta szerintem. Hogyha, ha nem is extra nagy dolgokra gondolsz, csak arra, hogy mondjuk veszel végre egy használható autót, ami nem áll a szervízbe, érted? Vagy veszel egy olyan lakást, ahol a víz nem ömlik a falból. Tehát, hogy csak azért, vagy ez megoldódott már? Rájöttünk, hogy rossz a szigetelés a háztetőn, és konkrétan, amikor nálunk aludt egy vendég, a Vikinek egy barátja, akkor ő arra kellett, hogy folyik a lámpából a víz. Kihívtam a bádogost, azt mondta, hogy talált egy 4x4 méteres lyukat a tetőn. Van-e még papír a tetőépítésre? Elmondom, az sokáig garanciált. Tehát jó, kicsit, na, befolyt. Na, most. Jó, tehát ezeket megcsináltatnád, mondjuk, ugye? Nem ezzel kezdeni, hogy hívnék, azért erre még most is van. De nem azt mondom, hanem most az nem rólad beszélek, az átlag emberről beszélek, aki él valahol, igen? Él mondjuk egy élsz egy 60 négyzetméteres panellakásban. Élsz egy 60 négyzetméteres panellakásban, de nem akarod, hogy a barátaid megtudják, mert mondjuk spúr vagy. Na, akkor mit veszel magadnak? Egy 70 négyzetméteres panelt? Mert azért mégiscsak megszólít a 3 milliárd. Igen, de megszakítani nem akarod velük a kapcsolatot, de mondjuk elköltözöl egy házba. Elkezdesz hazugságokat fölépíteni magad köré, és paranoiás módon titokban tartod, hogy egyébként te nyerted meg a 3 milliárdot? Hogy van ez? Mi a lélektana? Honnan magyarázott ki, hogy hirtelen kertes házba költöztél a 7. emeleti panelből? Igen, és ne azt nézzük, hogy most elköltözöm, szakítok, mindenkivel új életet kezdek, hanem meg akarom tartani a barátaimat, találkozni akarom az ismerőseimmel, tehát nem akarok egy teljesen új életet valahol elkezdeni, de mégse akarom, hogy egymásnak adják a kilincset, hogy Józsi adjál már. Nem? Így van. Na, hát ez a nagy kérdés, hogy ezt hogy csinálod meg. Ugyanúgy mondjuk szereted a munkádat, nem akarod otthagyni a munkahelyedet, de azért mégiscsak vettél egy jobb autót, amivel meg fogsz állni a cég előtt holnap. Mit mondasz? Ha veszel. Hát de veszel, ott van 3 milliárd. Nekem nem mondjátok, hogy nincs olyan ember, akinek van 3 milliárd forintja, meg egy 8 éves Opel Astrája, és nem akar venni magának csak egy Fiat Multiplát. Egy éves Fiat, egy gyönyörű, érted? Egy gyönyörű 0 kilométeres Dacia Duster. Vagy egy, na, tessék, hogy mégis, és akkor nem vett nagy autót, mert már lehet kapni nem tudom mennyitől, de nem egy elérhetetlen összeg, de mégiscsak bejössz a 12 éves akármitből egy új autóba. És nem vettél nagy dolgot, de valamit mondani kell, mert meg fogsz állni a cég előtt, és azt mondják, hogy ennyi kollega. Haló, de jó megy, hogy új autót vettünk. Mit mondasz? Igen, ha nem mersz költekezni, szorongasz, hogy nem mersz. Ha elkezdesz költekezni, szorongsz, hogy rájönnek. Most nyilván nem mindenki, tehát hogy persze, tehát hogy érdekes nagyon a lélektana, nem? Hogy akkora, a fenében működik, igen, ez. Tehát, hogy akkora az összeg, aminek a költése már ilyen nagyon hívogató. Tehát, ha 3 milliárdod van, ha azt mondod, hogy 100 milliót elköltök belőle, akkor még mindig ott marad 2 milliárd 900 millió forint, ami rengeteg. Viszont a te életedben, aki eddig éltél valahogy, a 100 millió elköltése az látványos. Azt valaki meg fogja kérdezni, hogy figyelj, honnan? Figyelj már, kisfiam, drágám, hát miből tellett most a karibi nyaralásra, mikor tavaly Balaton szemesre... Mennyi most a banki kamatok? 2%, nem? Lassan mínuszban vagy. Igen, de beteszed a fenéli meg. Akkor hát, a kamatokból nem vagy el, nem? Hát azt mondja, hogy mondom, neked 300 millió, 500 százaléka, hát az 6 millió forint egy évben a 3 milliárdnak a banki kamata. Ha 2%-ot számolunk, 6 millió forint, az egy olyan 500 ezer forint havonta. Ne, igen. A 3 milliárdnak? 3 milliárdnak. A 10%-a? Ha 10%-a 300 millió, akkor 1%-a 30, bocsánat, hülye vagyok. Az 60 millió. Igen. Hát 60, mi az, havi 6? Na jó, havi 5. Abban az el vagy. Azért abból el vagy, igen. Szóval ezt így valahogy mindig lefuttatja az ember. Ez nagyon érdekes dolog, nem? Valamit mondani kell, az biztos, tehát vagy elkezdesz hazudni, vagy kitalálsz magadnak egy másik. Mi van, azt mondta, hogy 200-at nyertél? És akkor nem jönnek. Hát mert megnézi az újságot, vagy ő is lottozott, és tudja nagyon volt jó. Egy ötös, hogy volt egy ötös, egy Bugatti Veyronnal, egy Maseratival, meg egy 3 jetskivel, és egy 26 lábos, nem tudom milyen izével, szíré tengerjáró hajóval, akkor azt tudod mondani, hogy visszanézed a nyereményeket, és azt mondod, hogy egy évvel ezelőtt nyertem 200 millió forintot, hogy ne hülyüljek meg, azért egy évig titokban tartottam. Azt lehet. És vajon elveszíted a barátaidat? Mondjuk tudják, hogy te milliárdos vagy. Elkezdesz jössz-mész utazni, ők továbbra is mondjuk 250-ből élnek. 100-ból, 300-ból, nem tudom. Szakadékot húz? Igen. Szerintem nagyon... Vagy,
Nagyon vagy elvárják, hogy adjál, és ha nem adsz, akkor jön akkor régi barátságok szűnnek meg, mert nekem nem adtál, ha mondjuk tudják, hogy nyertél. Ha akarod a barátságot. Vagy ha adsz, mit adsz? Ha akarod a barátságot, soha ne kérd kölcsön lottó nyertestől. Szerintem. Azért, pontosan ezért, mert ha akar adni, akkor ő ad magától. Tehát ha te nyertél, és egy barátodnak akarsz adni, akkor adsz. Ha ő jön oda hozzád, hogy Balzsi, tudom, hogy nyertél, fia, van 3 milliárdot, adjam-e 50 milliót, meg kell valamire, az nem jó. De egy barátnak viszont adsz, ha kér 50 milliót. Igen, nem? Csak valószínűleg nem fogja visszaadni, akkor az már benne van. Hát most 3 milliárd el 50 milliót visszakérni. Ha te adod oda neki felkérés nélkül, akkor oké, mert azt azért adtad, hogy jó. De ő kért tőled. Érted? Mind a kettőtökben benne lesz a dolog, kimoshatatlan lesz szerintem mindig is. Tehát nagyon értelmes, okos embernek kell lenni ahhoz, hogy ezt tudd a barátaiddal kezelni. És a másik oldalon is kell ugyanez ez a szellemi színvonal. Hogy nem? Mert ha én kérek, érted, ha a barátod kér tőled, az egy másik dolog, ott már van valami. Ha te fölajánlod, hogy te kapsz 50-et, te 50-et, te 50-et, az tök oké. Akkor szórd el, bár mindenki tudni fogja, hogy te vagy a lottó milliárdos, de szerintem, ha a barát kér, az már cinkes. Mert ugyan adni fogsz, hiszen ha belefér az 50 millió, csak mindig ott lesz, hogy ő kérte, most te adtál... Te mit csinálsz 3 milliárd, még holnap megjelent? Tessék. Azok? Ugyanúgy marad? Jössz hétfőn nagyon mosolyogva. Mi nyilván nem mondod el. Hát egy nagyobb reggeli jönne, mint szokott. Jó, az igen, biztos, igen, hogy azzal igen. Kezdenénk, azzal indítanánk meg bele a dolgot. Bele se tudsz gondolni valójában, milliárd. Nem? Nem az összegben, hanem hogy valójában mit lépnél. Lejjebb költöznék a negyedikről a másodikra. Rohadtul utálod, hogy ennyit kell. Hogyha nincs lift, rohadtul utálod, hogy ennyit kell liftezni. Mondjuk az ember átköltözik egy házba. Há, nem? Három jó hízón elgondolkodni. Nem áll, hogy ilyeneket vennél egy fél sertés üzemet. Nagyon szeretném. Mikor jó az uniós támogatás. Nagyon jó lenne. Igen? Ne, csak egy kicsit magunknak. Vennél egy ilyen kis farmot, ahol saját készítésű tejed lenne, teheneid lennének, disznóid lennének, igen? Saját Rákóczi kolbász vagy. Azt mondjuk, az menő. Az menő. Szerintem álom megvalósításban tök jó, ha tudod normálisan kezelni, ha arra használod, hogy amit te mondtad, hogy legyen még egy 500 lábas jaktod az Adrián a másik kettő mellé, az már hülyeség. Mit csinálsz vele? Kicsit tudod használni, nem? Mert hogy egyet veszel magadnak, az oké, de hogy van, aki vesz magának hármat ilyenkor. Hát az hülyesség, az nyilván baromság. Persze, persze. Nagyot álmodni belőle. Nem tudom, amikor így megdolgozol, értem, hogy 3 milliárdért nyilván kevesen dolgoznak meg, tehát azért az olyan sok sörös üveget kell visszavinni. Jó a haszonkulcs. De hogy amikor egyik pillanatról a másikra egyszer csak így megkapod, annak igazán érdekes a lélektana, hogy az milyen. Nem? És hogy eddig amikor nem volt. Teljesen hétköznapi életből egyszer csak így megpróbálsz kilépni, és akkor így lesz. A képzeld el, anyagi, lesz 3 milliárdon. Anyagi gondjaid voltak, minden hónapot úgy éltél meg, hogy be kellett osztani, hogy most veszünk-e még egy kiló húst hónap végén, vagy ne, és egyszer csak az van, hogy vegyél. Miért ne vehetnél? Szerintem nagyon kevés ember van, aki azt tudja mondani, hogy megállom a dolgot, és maradok a régi életemnél. Amikor mondjuk nélkülöztél tényleg, már nem nagyon nélkülöztél, de ki kellett számolni, hogy a kettőtök fizetését hogy tudjátok úgy összerakni, hogy ne legyen gond. Hát az meg nagyon nagy változás. Oh. Igen. Azt írja, hogy ne tököljetek irány Ausztrália, ott aztán már dollármilliómosként könyvelnek el, és nincs semmi probléma, csak napozgatás. Aha. 9 éves kislányom februárban töltött egy 6-ost, anyukám májusban feladta, 5 találatos lett, lányom annyit kért, vigyük el az egyik gyors étterem. De jó. Igen. Jó, mondjuk 6 évesen mi az álom, ez menjünk el egyszer. Biztos, hogy elveszed a barátaidat, de vehetsz magadnak szép új barátokat, ez Zsú küldte nekünk, igen. Szerintem nem kell visszafogni magunkat, felmondani bármilyen okból lehet, utána meg már a volt kollégáid csak úgyis azt fogják látni, hogy van Pesten egy Bugatti Veyronod. Igen, de ha mondjuk nem akarsz felmondani, mert esetleg szereted a melódat, szeretsz bejárni, igen. Szereted a kollégát. Ha megnyerném, először vennék egy olyan autót, mint a Balázs, így összefuthatnánk a szervizben. Ez gé. Látod, a nagy álom veled találkozni. Balázs, a barátaid nélkül nem tudnád élvezni a gazdagságot. Természetes, hogy adsz, viszed őket az élményeidre. Timi, ez tökéletesen egyetértek. Tehát nekem 6 gyerekkori barátom van, 13 éves korom óta, nem tudnám elviselni, hogy nekik ne legyen, igen. Tehát megcsinálom, hogy George Clooney, hogy kiállítanám őket a kertbe, és mindenki kapna egy Harley-t, és akkor így indulnám motorozni jogsi nélkül. Tehát ez lenne az első kaland, elindulnánk hatan. Hatan balatonozni. És igen. Nem lenne, mondjuk nem a te esetedben, de ha bárki más ezt megcsinál, nem lenne az a barátok? Én valószínűleg nem tartanám titokban. Aha. Nem tudná, nekik elmondanám nyilván, és mondtak, ezzel mindenki tudná, mert elmondanák a feleségüknek, hát aztán meg utána. Aztán vége van mindennek. Szóval az már akkor nem marad a titokban. Akkor kicsit távolabb, így barátaid jönnének, hogy oké, de mert nekünk miért nem vettél motort? Hát nem, mert már nem az új címre jönnének, mert a régi címre jönnének. Már megszűnnek.
ház eladó. Vagy már nem, a ház vagy, beköltözhető. Vagy a ház beköltözhető, igen. Hát ők már rossz helyre jönnének, igen. Barátnak ne adj kölcsön, az már üzleté megjártam, írja egy hallgató. Igen. Azt hívva, aki ez nem tudom igaz-e, hogy az Eurojackpot az 49 millió euró, 15 milliárd forint. Mi? Az hogy? Milliárd. Fia, ha egész Európa játsza, akkor ugye ott összejön a lóvé. Tehát értem a végeredményt, de mit csinálsz? Mondjuk a háromban is. Azt mondanám, jól megy a fűszerpaprikázás. Igen, igen. Érdekes. Mit mondok, ha kérdezősködnek? Ennyit, hogy miből? Mi között hozzá semmi? Kérdezi valaki. Igen, egyszerű nézés. Szerintem hozna valószínű problémát meg is. Nem igen. Mondod ezt, tehát a barátaidnak hülyesebb, pattanj már el, olaj, gyere, fizetem a sörödet, örülj. Igen, érdekes. Mondod, érdekes mondod. A lélektanom. Na mindegy. Aztán vettünk egy 650-es Angry Birds-ös kis sípoló madarat. Oda csaptatok. Anyukát még egy kicsit bosszantattuk azzal, hogy ilyen beszóltunk ettől, és aztán eljöttünk. Na mindegy. Jól van, mutatjuk mindjárt a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma. Ugye Júli elmesélte, hogy Putyin miatt nem engedték el az óvodába, és élete kockáztatásával ő megpróbált átszökni a rendőri kordonon. Valamint beszélgettünk a retusálásról is, mert hogy ugye Cindy Crawford megmutatta magát 49 évesen, felhívtuk a Newsis magazin főszerkesztőjét, Bús Istvánt, hogy mondja el, a férfiak valójában egy álmot vesznek ezzel a magazinnal, és hogy ők mennyit retusálnak, az igazat nem tudta elmondani, de elmondta, hogy ők nagyon hisznek a retusálásban, hiszen nekik egy álmot kell eladni. Erről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat mindjárt megmutatjuk egy rövid reklám után. 3-4-10 lesz 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Anglia legnagyobb lottonyereménye 2011-ben volt. Brit házaspár nyerte 161 millió angol font, 66 milliárd forint. Azt akartam kérdezni, nem mond ki. 66 milliárd forint. Hát azt szerintem 10-es listán lehetsz, 10 leggazdagabb magyar. Vagy nem, max, mondjuk 20, de biztos, hogy benne vagy. 66-tal jó helyen vagy. Ugye? Igen. Erős eleje. Oda egészen jó helyen vagy, igen. Igen. A 3 milliárd nagy részét italra és nőkre költeném, a többit elherdálnám. Írj egy hallgatók. Nagyon szeretem. A lovéból végtörleszteném a 11 éves Opelomat. Kiszámoltam, pont elég lenne rá. Szellemes. SMS, igen. Köszönjük szépen. Na mutatjuk, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Júli elmesélte, hogy nem jutott be az óvodába Putyin miatt. Ez már egy régebbi történet, csak mi azóta nem találkoztunk. Egy rendőr az élete kockáztatásával Julit megakadályozta, hogy eljusson az óvodáig, és hányatott sorsú gyerekek sírdogáltak az anyjuk után az óvodába, mert hogy Putyin miatt ugye minden utat lezártak, Júli pedig a kordon ezen oldalán maradt, a másik oldalon volt az óvoda. A veszélyes Júli, mondd így légy. A veszélyes Júli, így van, igen. Kett a Putyint védeli tőle. És beszéltünk a retusálásról is, hogy milyen érdekes kezdeményezés lenne az, ha minden újság elején látnánk, hogy hányos szintű retus az, amit egy nőre felpakoltak, mert hogy Cindy Crawford 49 évesen megmutatta magát, és felhívtuk az egyik erotikus lap főszerkesztőjét, Bús Istvánt, hogy mondja el nekünk, ők mennyi retust használnak, és mi lenne, ha egyszer egy olyan lap jelenne meg, ahol semmit nem retusáltak, hát azt mondta, hogy vasszú csődbe mennének, mert ez nem kell a férfiaknak. Ugye, ők egy álmot esznek meg. Én vele vagyok, hogy az ilyen lapokba legyenek jók a nők. Na, megmutatjuk, mivel foglalkozunk ma reggel. 3:40 múlt, pontosan 3 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Csabi, jó reggelt. Jó reggelt, szavaztok. De most tényleg miért nem veszed el feleségül? Ciki. Hagyjál már békén, miért nem szereted eléggé vagy? Persze, gyűlölök otthon lenni azért. Csokba kerül, lenni. A lóvé, a mulatság, a százfős násznép, etetése, szám, még ha száz lenne. Igen. Még ha. De ja, engem leúszhatsz a listáról, nekem engem már a tudatboldogát. Ja, te nem jönnél el, értem. Jó, ez finoman jelezte, Csabi. Finoman jelezte, hogy neked ez a... Nem, csak én viszek majd magammal akkor otthonról. Micsoda? Hát, ha hozzám jössz, akkor azért szerintem... Szerintem azért nem lenne baj, tehát így evés-ívás ügyileg. Mert még nem érett meg a dolog arra. Olyan szép ez az eleje, ez a fölhúzó eleje. Ez a fölhúzó szakasz, érted? Jó, most még itt keresgéljük egymást, hogy hogy legyen, van-e közös tervünk, ennek ki kell még derülni most, érted? Egy irányba gondolkodtok-e, hasonlóak vagytok-e, igen. Fontos, ez meg kell ismerni, nem szabad elkapodni. Hát. Hét együttjárás után se vetted el a Laurát, ugye? Mi is hét járunk együtt. 8 év? Már kritikus részen túl vagytok. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Mi van? Ki tudja az olyat. Dura volt? De ha nem, szerintem nem. Hát az a hetedik évet mondják mindig, ugye, hogy az a kritikus. Sándor. Hé,
Hello, jó reggel, ciao, Csabi, Feri, Balázs, hello, jó reggel. Ó, basszus. Azaz. Igen. Szia, hallod, rászaladtam, mert nem kéne meg telefonálnotok. Ez itt tényleg? Nem, mert hallgatlak a rádióban élőben, mert elméletileg... Tedd le 3 perc múlva visszahívunk. Igen. Igazad van, tényleg, kicsit később szoktunk, ilyen 55 körül szoktunk. Ne te hallgatlak benneteket. Ja, és ott még miről beszélünk, a Cindy Crawfordról? Igen. A netes adás sokszor annyit késik, hogy ott még a hetes beköszönőnk van. Nagyjából. Igen. Úgyhogy rászaladtam. Rá egy picit, igen. A netes adás csúszik. Tehát ha azt hallottad, akkor még nagyjából azt hallott, hogy Csabi beköszön, miközben már megszólalt a telefonod. Akkor igen. Még nem is volt az a téma, amire ő SMS-t küldött? Igen. Ez egy még el se küldte? Időparadoxon, igen. Elküldtem, sőt, még azt is hozzá akartam írni, hogy a maradék 1000 forintból vettem volna a Balázs könyvet. Na, már csak antikváriumban egyébként. Igen, igen, igen. Ugye azt írtad, hogy kifizetnél. Mit írtál pontosan? Mert tudom csak, hogy egy régi autót kifizetnél. Nyereményből kifizetném a 11 éves Opelomat. Igen, és hogy pont kijönne a maradék, amit még ki kell fizetni. Igen, igen, igen. Igen, 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 igen. Hát jó, te vagy a nap hallgatója, de sajnos nem mondtad ajándékcsomagot, nem tudunk adni. Az igazság, hogy bujkálok a hitelezőim elől, és ritkán veszek föl privát számot. Ja, üldöznek? Úgyhogy igazából ti voltatok most a nyertesek. Ja, üld az a bank? Fölvettelek. Nem, vicc volt. Ja, a humorizáció van, azt hittem tényleg. Oké. Okay. Nem. Te vagy a nap hallgatója, hol hallgatsz minket? Kérlek szépen Újhartyán, Raklaptelep. Újhartyán, Raklaptelepot. Vesztek, adtok raklapot? Így van, igen, aha. Igen, igen. Mennyi most igen. A használt, 1 euró? Erről nem beszélhetek, ez a számára. Jó, üzleti titok. Jól van. Igen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó napot kívánok nektek. Köszi. Hello. Na, Csavikám. Mivel indítod a pénteket, vagy milyen zenéid lesznek? Remek zenék? Hozok nektek egy olyan előadót, akire nagyon-nagyon rágerjedtek a hallgatók. Úgy hívják a fiatalembert, hogy Hozier. Ő egy ír csávó. Ezzel a névvel, hogy Hozier? Hát eredeti neve Andrew Hozier Byron, de hát aha, ez csak azt értem. Használja, hogy Hozier, ráadásul az első lemezének is ezt a címet adta. Hát szereti valószínűleg a saját nevét, vagy hát így szeretné magát felfuttatni. Egy ilyen nagyon-nagyon érdekes hangulatú. Én azt gondoltam, amikor először hallottam, hogy ennek semmi köze nincs a popularitáshoz. És tényleg, ilyen, de megszoktam. A sötétségében a Black Sabbathot idézi, közben meg egy szál gitárral énekel. Nem az a metal zene, mint a Black Sabbath, csak a hangulata valahogy nekem olyan volt. Ilyen indie rock, soul, blues a csávó. Mondja még néhány kategóriát. Mindent elhiszünk, Csabi, mindent elhiszünk. Tehát nem az a bubblegum pop, amit mondjuk én itt szoktam nektek ajánlani. Ettől függetlenül teljesen jól beleilleszkedik abba a kínálatba, amit tőlünk szoktak hallani a hallgatók, és mondom, nagyon-nagyon rágerjedtek. Egy rohadt hegedű nincs benne. De azért, tehát, hogy megvan oldva. Aha, tehát, hogy ez na, hogy írjak, szépen, akkor legalább az legyen. Szépen megvan hangszerelve a dal. Take Me to Church, ez a dalának a címe, ez az a debütálóról a második maxi. Egy fantasztikus hangulata van, teljesen különleges, nem a megszokott, úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor most kicsit kilépünk ebből a megszokott kerékvágásból, vagy abból a mederből, amiben ti gondoltok engem, hogy azért vannak más típusú, más stílusú dalok is, amiket én szeretek. Nekem eladtad. Nekem eladtad a dumával. Csalikám, ezek után alig várom, de tényleg. Te most kaját vezettél volna így föl, már alig várom. Ugye? Megkóstoljam. Igen, mi a recept? Kérlek szépen, kacsa lesz. Na. Most, már aki megcsinálja, és ugye ezt nagyon sokan szokták gyömb, vagy narancssal elkészíteni, de én most megtártosodtam a mi Gáborunktól, a kis egészségszirupjától, amit már itt hetek óta reklámoz, és most ez úgy vagy narancsos gyömbéres lett. Uh-huh. Ez direkt az, amikor már este kicsit, vagy még este kicsit hideg van, vagy hajnalban este hazamész, előveszed átmelegített, ha megcsinálod, vagy megcsinálod este, és akkor egy ilyen jó felmelegítő étel. El, meg a köret is különleges. Most találtam olyan boltokban, amiket el lehet érni az ország bármely területén. Vörös rist. Látásjavító, képzeld el, úgyhogy ezt én most kilószámra eszem át, ha jobb lesz, ha egy kicsit a dolog, meg tele van nyomelemekkel, B vitaminnal, C az nincs benne értelemszerűen, de B az van benne, egy csomó nyomelem, meg valami olyan dolog, azt már nem elfelejtettem, de ami jó a látás. Narancsos kacsa vörös rizse. Igen. Egy kis hétvégi recept. Ez tényleg az. Mitől vörös nekem az? Semmi nem az. Megtom a bundás kenyér az egyszerű recept. Ennyi hozzávaló van, és ekkora a leírás. Igen, mutatom. Az mondjuk nem jó. Mi keresztény csak? Hát mitől vörös egy rizs? Az, hogy lesz vörös? Amitől fekete a lencse. Na,
Oda néz! Oda néz, hogy hogy kivágta magát. A Csabikám, tudod, hogy konyha, ez a hétvégém így most már kerek lesz, közé. Konyhai dolg van egészen, egészen nyugodtan. Számíthatsz rám. Jól van, na mindenkinek szép hétvégét, aki beteg gyógyulgasson. Jánosunk hétfő már lehet, hogy érkezik. Gyorsan még egy közlekedés a végére. Van egy trafi a 84-esen, a 64-es kilométer könél. Dávid és Peti küldte ezt nekünk. Ha valaki szeretne dalt kérni Csabitól, megteheti 555-55-00. Ez a telefonszám, mi pedig jövünk hétfőn 6 órakor. Szép hétvégét. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.